uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel jó reggelt. Kívánom mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello, szevasztok! Mit adjuk? Ez már a vég, gyerekek. Na, ez már a vég. Már az se az igazi? Nem, el van szakadva a fülesem. Zsül! Nem baj, hámlít, csak ilyen fülön szúrt egy darab bőr. Ugye, mert ugye ezek ilyen bőrfülesek, és... Mert ez is menő, érted? Bőrfüles, ennyi, ez is menő. Tehát gondolom, jó bírja a gyűrődést, de hogy el van belőle szakadva, és fülön szúr, az nem annyira szexi. A belső fülkagylómat megszúrta. Hát hogy van ez? Hát az, azért már álljon már meg a menet. De tényleg, hogy van ez? Gyerekek, olyan köd van, hogy alig láttam. Tehát, hogy nem tudtam bejönni. Csak ilyen még szerencsés időben indultam valamiért, nem is értem, hogy hogyan. De hogy ilyen 4 km/h. Itt egyébként nem, csak arra felé, amerre lakom. Városon kívül. Városon kívül, vidéken. A vidékütt. Agglomerációban. Júj. Mit mondjak még? De hogy valami brutál nagy. Én nem tudtam kinyitni a szememet, tehát nem láttam, hogy van köd ki. Fáradt voltál? Hát még mindig, tehát hogy annyira érzem azt, hogy egy picit többre lenne szükség, mint egy ilyen kurta napocskára ahhoz, hogy magamhoz... Miért vagy te ilyen halk? Direkt kértem, mert hogy sok a szerényemnek tűnjek. Ja, mert nem beszélsz bele, az mondjuk, az igen, az lehet. Nagyon halk vagy. Én nem aludtam semmit, na akkor ahhoz mit szólsz? Az se rossz egyébként. 2 órát aludtam. Nagyon elég, egy ilyen fiatal szervezetnek, mint aki te egyébként vagy. Egyébként igazad van, ugye? ez egy jó érvelés. Nekünk jár a 8 óra, de te még neked bírnod kell 2 óra. Jön az időjárás változás, illetve hát ilyen melegedés van. Tegnap majdnem megdőlt a meleg rekord, azt hiszem 1 fok kellett volna hozzá. Az megdől szerintem. Az megdől holnap. Vagy mivel teniszeztél éjszaka? Nem, beteg a gyerek, és nagyon fájt a hasa, meg nem volt túl jól, lázas volt, fönn volt, nyűgös volt, köhögött. A legrosszabb, hogy semmit nem tudsz csinálni. Semmit. Ott ülsz szülőként, hogy de tényleg annyira rossz, ott ülsz, érted? És már mindenkinél van ilyen, egy gyomorrontás, egy a valami. Tehetetlenség, nálunk az a legrosszabb. Fájás volt a múlt héten, mert jár úszni a gyerek, belement a fülébe valami az uszodában, ott ülsz, érted, szegény anyja ölébe, ott sírt, és akkor én már hoztam a meleg sót, a hideg sót, a langyos vizet, és nem tudsz csinálni bármit, semmit nem tudsz rajta segíteni. Ez a legnagyobb, legszörnyűbb. Fölhívod az ügyeletet, hogy azzal a szándéka, hogy jöjjenek ki, de azt a fajta elutasítást, amiben általában az ügyeletnél ütközöl, baromi nehéz kezel. Tehát, hogy elaludt a gyerek 8-kor, 8:30-kor, mint fölült 11-kor, hogy fáj a hasa. És nagyon sokat fáj a hasa, de az, hogy azért nyeli ezt a sok, tudod, ilyen arcfüleget cuccot. De mégis csak azért tudod, hogy nehogy valami vakbél vagy valami, azért az meleg, tudod, hogy nagyon fáj, görcsöl, görnyen. Nem tudom, ki van az ügyelet. Hát persze, azért vannak, gondolnám én is. Az ügyeletet, tessék. Ó, mondom, kezdj csokom, mondja. Júj, tudod. De jó hallani, hogy itt a segítség. Igen, arra, már úton a segítség, nem mozduljon. Mondom, kezdj csak, nagyon fáj a gyerek, hasa, mondom, már nem szoktam nagyon pánikba esni. Tudod, ilyenkor kicsit hosszabban beszélek, hogy érezzék, hogy az értelmesebbik fajta vagyok. Igen, nem a gyereki beteg. Igen, tehát tudjuk, hogy ugye elmondom, hogy antibiotikumot szed a gyerek, ez van, az van, valószínűleg nem fogjuk az orra, de hogy sokat nyel, és hogy meg lehetne nézni. Mint egy halva egyébként, hogy a gyerek bent ordít a szobában. Hozzam el. Mondom, mondom, hagyjuk, mondom, ilyen 1:15 van, mondom, de hát mondom, hogy doktornő, nem tudom, hozzá már. Jó, mondom, akkor majd lehet, hogy beviszik. Tudod, de úgy várod, hogy úgy, hát azt, hogy persze, kijövünk. Indulunk. Hát ügyelet. Éjjel-nappal ugye nem jönnek ki, de éjjel, ha olyan, akkor ugye kijönnek. De nem kellett, mert visszaaludt, és nem volt semmi. Csak fel se tudja, nem tudom. Hát édesanyám az egészségügyben dolgozik, tehát nincsenek kiábrándjaim, csak tudod, leraktam a telefont, és mondom, mindegy, nem. Ezzel már föl sem húzom magam. Nem kezdtem el neki mondani, hogy nem, valószínűleg nem fog tudni menni. A gyerek nem, hogy nem tud 10 kilométert autózni, de hogy konkrétan az anyja kezébe ordít. Igen, nem akarom rángatni. Görnyed, nem tudom fölöltöztetni, mert a gyerek 4 kézláb áll az ágyon, úgy görnyed össze, hogy fáj a hasam. Mondom, hölgye megtenni, hogy kijönnek, gondoltam én, de mondom, nekem ez most nem volt erőm. Aztán megnyomkodtam a hasát, mert elmagyarázta a házi orvos, tök cuki, hogy kell megnézni, hogy vakbél. Aha. Műtünk. Kérlek szépen, következőképpen nézed meg, hogy van-e vakbély a gyereknek. Köldök. Az, ami bal oldalon nem jobb. Fáj, de jobb oldalon van. Jobb oldalon van, tehát a jobb oldali fájdalmat kell megnézni. Aha. Ami azt jelenti, hogy a köldök és a jobb oldali medence csont között húzni kell egy egyenes vonalat. Uh-huh. Itt van ez a medence csont, és aha, a köldök. Húzol egy egyenes vonalat, 3 részre osztod,
és az egyharmad résznél nyomod meg. De a csont felé egyharmad, vagy a köldök felé egyharmad résznél nyomod meg. Aha. Képzést kaptam, aha, letettem a telefont, de ez nem tegnap este volt. Már felén elveszítenem a fonalat. Nagyon egyszerű, köldök és a jobb oldali medencecsont között húzol egy vonalat. Igen, megvan. Ez egy ilyen, mint egy 20 centis vonal, a gyerekhasán 10, uh-huh, és az egyharmad rész, a köldök felé az egyharmad rész, ilyen megnyomod. És ha ott kemény vagy, ott nagyon fáj gyerek, vagy hozzáérsz és ordít, akkor vakbél. Sokáig nyomom, fáj, de most nem, úgy most jó vagyok. De állítok, a vakbélnél olyan fájdalom, hogy kicsit hozzáérsz és a gyerek ja, visítva ordít, de puha hastónus tapítottam, úgyhogy... Úgyhogy visszahívtam a doktornőnek, adtam egy puha hastónus, puha hastónus doktornő. De ezt tudtam tapintani. Csak annyit mondani, hogy puha hastónus. Maga is tudja, hogy miről van szó. Igen, nem enyhe, annyira, de jól hangzik, nem? Enyhe bronhitis, némi arcüveggyulladás. Mit teltek még önért? Úgyhogy nagyon drága volt, így adott egy ilyen kis továbbképzést. Nagyon cuki kis házi orvosunk van, illetve gyerekorvosunk. Úgyhogy fogtam a gyereklábát, fölemeltem. Nyomkodtam a hasát. Visszajelzéseket kértem tőle. Törlést, kendőt, szikét. És mondtam, hogy ha ez egy perforált dolog, neki is állok. Igen. Úgyhogy nem vakbél, hál' Isten, aztán visszaaludt. Úgyhogy csak mondom, hogy ha te fáradt vagy, akkor tudd, hogy a te jó, barátod kettő órát aludt. Adjon ez erőt. Ki? Telefonált valami barátod? Fölhívott valami barátod, aki két órát aludt. Ilyetetlen. Nem annyira fáradt volt, hogy nem csöcsörgött. Igen. Tehát adjon erőt, hogy olyan, nem is tudom, fél négy körül tudtam visszaaludni. Nem. A mások szenvedése soha nem szokott vigasztalni engem. Nekem kicsit mindig jobb. Tényleg? Nem azért, mert neki rossz, hanem hogyha látok, vagy tapasztalok valami jött, mit tudom, én elmondom nektek. Múltkor valamiért nagyon neki voltam búsulva, és be kellett mennem egy gyerekkórházba. Egy receptér. János kórház. Gyermekosztály. Aha, már ne is folytat, már megvan. Komolyan mondom, terápiás jelleggel mindenkinek tanácsolnám, aki annyira bele van feledkezve a saját életébe, és azt hiszi, hogy neki mennyire rossz, és milyen szörnyű, és a munkája, meg minden, hogy menjen be egy ilyenre 10 percet. Hát, vidáman jössz ki, és azt mondta, hogy... Hogy hol vannak a te gondjaid? Ben voltam, egy receptet tett le nekem az egyik doki, bementem érte, és át kellett mennem a gyerekosztályon, és a gyerekosztály másik végén volt a recept, és végigmentem, és balra fekszenek, jobbra fekszenek, szülő. 10 perc, nem is voltam, 5-öt. És azt gondolod, hogy hát ez nem probléma, amit van. Meg hogy ez hálás vagy, hogy csak ennyi van. Meg hogy kicsit fáj, meg ez van, meg az van, meg beteg a gyerek, meg nem tud oviba menni, mert hogy ott meg aztán hát szörnyű állapotok vannak. Szóval, hogy nagyon relatív, hogy kinek mi a baja. Na most jó, megöltem ezt a megszólalást. Egy kicsit, igen, mert most minek dobjak erre még egy lapot, tehát hogy... És van ennél is lejjebb, de hát nyilván az ember mindenről nem beszél. Tehát ez nem egy verseny, hogy akkor ki érzi magát, igen, rosszabbul, és miért. Rosszabb. Igen. Nem csak reagálva arra, hogy vigasztal-e az, hogy a másnak rosszabb. Nem az vigasztal, hanem hogy mindig rájössz, hogy a te problémád mennyire relatív tud lenni, ha látsz olyat, ami sokkal jobban megérint, vagy sokkal súlyosabb. Tehát ez egy ilyen terápiás lehetne, terápiás jelleggel kéne oda vinni embereket például. Mert ugye a beteg ember is szörnyű, de hát amikor a beteg gyereket látsz, az meg főleg szülőként, az meg aztán abszolút meghatározza az ember tudatát. Olyan orvosi szolgáltatás nincsen azon gondolkodó, mert hogy ő mondjuk az sima ügyelet, akit felhívtam, nem ér rá, tételezzük föl, tehát hogy nem tudtak kijönni. Ugye azért mondta, hogy... De, tudnak ők, csak várnod kell. Várnod kell. Aha. Tehát, hogy vagy benn van, vagy ő kint van terepen, és akkor amikor visszajön, akkor szólnak neki, vagy hívják, hogy menjen, még kerüljön arra. De elvileg neki ügyeletben kötelessége kijönni, ha te a szülőként úgy ítéled meg. Aha. Tehát neked nem kötelességed oda vinni. De szerintem, ha mondjuk ott van 8 gyerek, érted, ott ülnek, és mindegyik már nagyon beteg, akkor nem is tud elindulni. Akkor fontossági sorrendet kap. Aha. Tehát akkor megkérdezi, hogy mi a baja, és akkor eldönti az ügyeletben, hogy most azonnal indul, és a kinti gyerek vár, vagy ellátja a kinti gyereket. És akkor a házhoz menős vár. Tehát de gondolom, van egy fontossági sor. Nincs olyan szolgáltatás, hogy azt mondják, hogy be azonnal indulunk, ennyi 1000 forint. Nincs ilyen? Hogy valami magán? Nem tudom. Nem tudom, hogy igen, csak... Nem kell várnod, nem kell fontossági sorrendezet, fölhívod, azt mondják, jó napot kívánok, hova menjünk? Azt mondja, Dunaszerda, nem tudom, valahova, ennyibe kerül, indulok. De, az lehet, hogy jobb lenne. Vagy azt mondja, hogy bár nem, az nem jó. Mert ha azt mondja, hogy kijövök 3000 ér, vagy megvárja a sorát, akkor előnyt élvez az, akinek van pénze. Mondjuk ez is igaz. Ugye? Mert de akkor hogy... én megveszem a törődést 3000 ér, és a sor elejére kerülök, akinek nincs pénze,
az meg ugye vár. De megmarad ez a fajta szolgáltatás, érted? Igen. Hát, ami most van, ahol az orvos eldönti azt, hogy ez sürgős, az sürgős, de egyébként meg valaki nem akar csinálni egy üzletet, szerintem lenne rá igény. Biztos. Hogy azt mondja, hogy nem akarom behurcolni a gyerekemet hajnali egykor, hanem nekem mindenféleképpen jöjjenek ki, én kifizettem a kiszállási díjat. Tehát lenne egy ilyen magánsürgősség. Igen, tehát hogy ne ugyanez az orvos legyen, uh-huh. Nyilván, tehát erről szó nincs, hogy akinek most van 10 000 forintja erre, azt megmentik, akinek nincs, az meg ott dögöljön meg, tehát most nem csak gyerekről, felnőttről is beszélek, ez maradjon meg, csak valaki nem csinál egy ilyen vállalkozást, éjjel-nappal hívható, ha ráérünk, akkor azonnal indulunk, ennyibe kerül, kilométer pénz, nem tudom. De ez egy jó ötlet, én ezt szeretném, persze. Csak azt mondta, hogy 10 kilométer, akkor jöjjön. Ennyibe kerül plusz a kiszállási díj, de ez maradjon meg, tehát nem, ez most nem arra szól, hogy akinek van 10 000 pénze egy ilyen ellátásra, az megnyeri ezt a harcot, tehát maradjon meg az eredet is, csak egy ilyen plusz szolgáltatás, hogy annyi mindent lehet pénzé venni. Nyilván nekik se könnyű, tehát ez az egész ügyeletvállalás, ez itt szerintem egy nagyon durva kényszerűség, hiszen ezért plusz pénzt kapnak. Tehát ugye ez arról szól, hogy ő kénytelen a fizetése mellett ügyeletet vállalni, mert baromi keveset kerestünk, ja. És akkor bevállalom, mint 10 ügyeletet, minden második éjszaka, és az ügyelet az mondjuk plusz pénz, nem? Vagy van kötelező ügyelet, plusz vállalható ügyelet, ezt nem tudom. Kötelező is egy darabig, amikor nagyon sok minden van a neved előtt, hogy prof, mit tudom én, micsoda, akkor már nincs. Akkor már nincs, de amíg egy ilyen sima, hát ezt idézőjelesen mondom, mert nyilván az orvosi egyetemet egyikünk sem járta még ki, tehát ugye egy sima orvosnak azt hiszem kell a kórházi. Valamennyit vállalni. De meg pénz is, amit te mondasz. Igen. Fontos. Persze, én megértem, hogy ők nem tudnak mindenhova kimenni, mert ugye minden szülő nyilván szeretné, hogy hozzá menjenek ki, de hát aki tud, ő berángat két lábon. Nem? Tehát azt mondja, hogy kedves anyuka, kedves apuka, hát hozza be, itt a doktornő, meg fogja nézni, ezzel nincs baj. Tehát nem is rohadnak ki mindenhova, mert mindig kicsit az ember azt hiszi, hogy az ő problémája a legégetőbb. De úgy tegnap úgy lehet, hogy azt mondom valahogy, megköszönöm. Igen, doktornő, egyefenena, ezt most megköszönöm. Úgyhogy igen, hát ez a betegség, ez mindig egy ilyen dolog. Mit szóltok ez a 26 fokhoz, ami lesz holnap? Nagyon jó. Lassan november van. Nem? Igen. Nem szeptemberben kellett volna, hogy ez legyen? Amikor meg 11 fok volt és szakadó eső? Jó, de, na igen. Tehát akkor meg azt mondtuk, hogy ugye miért nem nyár van még, hiszen tavaly ilyenkor meg még, hogy hívják, rekkerő hőség volt, meg még kinsütették az emberek a napon a hasukat, meg utószezon volt, meg ilyesmi, és akkor meg rácsodálkoztunk arra, hogy ősz van. Hát most meg akkor egy picit meg nyár, visszakapjuk azt. Most hallgattatott meg, amit akkor mondtál. Érted? Oda, igen, húztál egy sorszámot, letépted, beálltál a sor végére, és most értél oda az ablakhoz, a jóisten ablakához. Véghallgatta az érveidet, meghallgattatott, és akkor, na jó, akkor legyen még egy kis nyár. Tessék, Balázs. Tessék, megkapod. Ja, hogy éppen kell. Forgatsz. Ja, mindegy. Hát, annyi baj legyen. Legalább akkor együtt örülsz majd a többiekkel, hogy legalább nekik jó. Igen. Figyelj, ha már elmondjátok, hogy milyen a külvilág, vagy de hát te nem, mert te se tudod. Ne, fogalmas sincs. De megismertem még tegnap a gyereket. Mint a hétfőn visszajössz fel, és mesélsz majd, milyen volt a Csabai kolbász, hogy nekem már az jó. Tehát, hogy mi már nagyon kevésebb beírjuk most. Jó, de jó ez. Mondd el, mi volt? Megbékélt embereket, azt mondja, nem is akarunk menni sehova, mi dolgozunk, a népért vagyunk, meséljetek, hogy mi van. Jó. Mondd el, hogy milyen volt a Csabai Kolbász Fesztivál, mondd el, mit tettél, mit esetleg hozzak valamit. Figyelj, egy kis kolbász, meg egy kis sajt úgy becsomagolásból, hogy beficcen, az se baj. Hétfő reggel. Jó áron felvásároljuk, megvesszük, átvesszük, aláírjuk, vételezzük, nem? Némi kis házi kolbász, házi sajtot. Az egy kis házi sajt mindenhova befér. A kamráinkat föl tudjuk turbozni, de ha már elmondod nekünk ez... Már holnap is dolgoztok, tényleg? Ne, holnap értekezünk. Tehát ugye vége vasárnap az élőnek, a hétfő a pihenőnap. Aha. Kedden már értekezlet, szerdán értekezlet, csütörtökön értekezlet és forgatás, pénteken forgatás, és akkor szombat, vasárnap meg már a kamera, próba nagyon meg a felvétel. Jó. Nagyon jó. Ezt hosszú távra terveztétek? Vagy? Nem, ebből még 7 darab van. Én egyre rövidebb távra tervezem. Te már szólnál, hogy köszi. 7 darab van még belőle, és akkor utána pihenés. Ugye, hogy csinálják az amcsik, ahol napi ilyen? Hát mondjuk nem ugyanez a jellege, de ott azért ez a talk show bizniák. Ez nagyon egyszerű. Tehát például Jay Leno-nak 120 ember dolgozik a stábjában, dolgozott ugye, most már ő nyugdíjba ment. Van egy Johnny Carsonnak még régen például. Meg hát egy 300 milliós ország. Tehát, hogy ott olyan téma, nem is tudom, miben vagy. Egy téma Kánaánban. Téma Kánaánban, hogy gondold el, hogy csak végignézed a nyugati park
nyugati partnak a nagy A-kategóriás színészeinek a történéseit. Aha, tehát abból már meg. Majd átmész a keleti parton élőkhöz. Ott meg vagy. Hát azért ott nagyon-nagyon sok minden dob. Az élet, a bulvár, a közélet, a politika. Itt azért vértizadás van, hogy mondjuk lemegy a műsor vasárnap, és ki az, aki mondjuk jövő héten vasárnap újra be tud jönni, mert mondjuk van bele valami, vagy izgalmas. Ott ebből szemben a Kánoá lehet. Aha. Nem? Tehát ott napi események van. Egyrészt nagyon sok A-kategóriás van. Tehát, hogy ugye nálunk is azért látszik, mint a fővendégeket próbáljuk úgy tartani, hogy azért így neves jó fővendégek legyenek. Ott érted? Hát ott csak meghívsz 30 A-kategóriás színészt, és még mindig nem hívtad meg a negyedik csarnak. És meg vagy egy hónapra. És meg vagy egy hónapra. Minden napra van egy igazán brutál húzó neved. Tehát ott azért ez nyilván jóval könnyebb. Hát igen, ezért is van értelme nagyon azoknak az összehasonlítgatásoknak, amiket az esetben olvas az ember, tudod, hogy beszegők. Hát, ja. Tudod, más, egy 100 fős kreatív stábbal azért el lehet lenni. Igen, könnyebb. Tudod, ott cikén. Azért sanszos, hogy valakinek lesz egy ötlete. Az más. Hát meg nagyobb, szóval nagyon-nagyobb említés, tehát ebből a szempontból nekik nagyon jó dolguk van. Meg a másik, ami nagyon fontos szerintem, pont a HVG-ben volt egy cikk, ahol erről beszéltem, hogy tudnak is szerepelni, tudod? Tehát, hogy szívesen mennek, nem félnek, nem az van, jaj, nem megyek, mert itt bántani fognak, jaj, nem mennek, nem megyek, mert itt kettőt most röhögnek rajta. Azok, persze, itt vagyok, kicsit csipkedjetek meg, kicsit ugrassatok, kicsit szívassatok, benne és vagyok, jó fel vagyok. Visszacsipkedek, röhögök, tudod? Igen. Itt meg ez a jaj, nem megyek be, jaj, mi lesz, jaj, nem akarom, hogy bántsanak, inkább nem megyek be, inkább ne foglalkozzanak velem, jaj, nehogy én jöjjek ki ebből rosszul, érted? Tehát ez a akarunk, szeretünk, de nem tudunk szerepelni című történet. Az meg bemegy, kirőgik, megcsipkedik, igen. És aztán megmondja a vállát. De miből jössz ki rosszul? Mert ha már bemegyek hozzátok, ha én A-kategóriás sztár lennék, érted? Akkor már... Semmiből nem jössz ki rosszul, ha hát azt látja a néző, hogy tudsz magadon röhögni, ha azt látja, hogy veszed a lapot, ha azt látja, hogy jó fej vagy. Sőt, én mindig azt magyarázom azoknak az embereknek, akikkel találkozom, és szóba jönnek, vagy nem jönnek, hogy hülye vagy, mert hogy itt a lehetőség, hogy pont megmutasd, hogy te nem az vagy, amit gondolok. Ha nem jössz be, ugyanaz maradsz. Ha bejössz, és röhögsz kettőt, és az van, hogy igen, de jó fej voltál, röhögtem, vettem a lapot, rajtam is kicsit röhögték, de tudtam magamon röhögni, akkor hétfő hat átba veregettem, hogy figyelj, te tök jó arc vagy. Igen. Azt hittem, hogy te egy kicsit ilyen megjátszós, hülye, ilyen maníros valaki vagy, tök jó vagy. Tehát, hogy és inkább az van, jaj, nem lépek ki a komfortzónámba, jaj, de hogy megyek én egy ilyen műsorba. Az Ördög Nóri jó volt. De ez tök jól érezte magát. Nóri, ez full profi. A profi hozzáállás azért, ez lejön. De figyelj, az ikora is. Tehát oda jött a végén, és az a gyerekek közé tök jó volt. Kicsit másról beszéltünk, rögtünk kettőt, kicsit teniszhez, de baromkodás az egész. Persze, ha nem mész el, akkor magadban nem hiszel, magadban nem bízol. Mert te attól, hogy a két műsorvezető vagy a műsor olyan, amilyen, attól te még lehetsz nagyon jó. De azzal, hogy te azt mondod, hogy nem megyek el, akkor nem hiszel magadban. Igen. Nem hiszed el, hogy jó tudsz lenni. Egyébként meg azért azt hozzátenném, csak így privátban, ha már így egymás között vagyunk, hogy én azért rengeteget tanulok, mind szakmailag, mind emberileg ennek a műsornak a kapcsán, tehát hogy én azért most így kezdem kiismerni az embereket. Elég rendesen. Igen, meg ugye ott vagy, nem tudsz a TV2-ről hívni, mert hogy van ez a csatorna policy, ami szintén megértem egyébként, de közben semmi baj nem lenne, mert nem nagyon hiszek abban, hogy most ha valakit áthívok és oda beül, akkor most az ő műsorát jövő héten, kedden, szerdán többen fogják nézni. Este 9-től többen nézik. Itt ez nyilván ez egy csatorna policy, és ez teljesen érthető. Hívjatok hogy... az M1-ről. Tessék? Hívjatok az M1-ről. Igen. Nem. Lehetne, egyébként lehetne jó műsort csinálni, lehetne nem hamadtak még el a mágiák, és tudod, hogy nem akarják ott hagyni még így. Mert tudod, hogy tűzgyítás. Na most már csak füst van. Érted, hogy a hamaj elhamad teljesen, és már tényleg csak hamu maradt, és nem terjedt. Tehát akkor ott mindig vannak ilyen tüzek. De onnan is lehetne. De én a TV2-ről is csak szívesen meghívnék, de hát ha van az ő irányukban is egy ilyen policy, meg a TV2, és ugye ezt csinálja az RTL-esekkel, akkor így ez most nem a mi kedvünkért. Pedig megkívánk téged is, Feri, biztos. De szóval nem tudok sajnos elmenni, mert Feri jönne. Üdös franc. Feri simán. Nem vagyok TV2-s jelen pillanat. Hát tényleg, te nem is vagy TV2-s. Tényleg nem hívtok. Tehát, hogy te Feri nem is TV2-s. Na, ez az utolsóban meghívjuk, kitánk valami nagyon durva párbajt, és beállítjuk valami, ez is szétlövöldözünk paintball labdával. Hogy legyek én a Jani. Mert most hétvégén szegény, egyébként picit sajnáltam is, mert egy rohadék vagy, hogy itt van ez a drága ember, mesztelenre vetkőzteted be. Igen, vasárnap szivóágon kiállítod egy teniszháborúra, és akkor legyek én. Úgyhogy el se találom, miközben próbál háromszor levertem a fejéről. Ebből lesz újrázás, az biztos. Feri, csak hogy megnyugodjál, most ha
hétvégi felvétel alatt találtam az egyik zsebembe egy 500-as, és mondtam Balázsnak, hogy itt van Feri. Te kézed el, a kamera próbálni ide lerakta így ma a kettőnk közé. És azt mondta, hogy itt van a Feri is velünk. Mondom, hogy milyen vagy, miről beszélsz? És így fogott egy 500-as, és így lefektette a kis ülőgarnitúra, és ott látod, ott voltam az 500-assal, a próbán el is találtad a Jani fejére. Igen, igen, szerencsét hoztál, ott voltál velünk, és letettük a kis 500-as közénk, és te is ott voltál. Ott voltál velünk. Na jó, játékügyben mi a helyzet? Egyelőre jól állunk, mert hogy tegnap nyertem egyet. Na, tényleg? Bizony. Úgyhogy miért van az, hogy ezekre sosem emlékszem? Már nem valami történet, hanem úgy egyáltalán arra, hogy mi történt az előző napok fekete fejligénemben. Ezek valahogy így átmennek rajtam. Tehát még nem végbe számítható. Viszont mindig tiszta lappal indítasz. Tehát, hogy mindig tiszta tudattal futsz neki ennek a dolognak, érted? Nem nyomaszt azt, hogy esetleg tegnap buktunk, de azt sem teszel bizakodottá, hogy tegnap nyertünk. Ez a jó. Az egész 4 óra alatt ez a legőszintébb kérdésem, hogy hogy állunk a játékkal. Mert hogy annyira átmegy rajtam ez, hogy mi történt az előző nap, hogy fogalmam nincs. Na, akkor viszont lehet jelentkezni játékra. Jó, egész nyugodtan, 1-0-ra megyünk, lehet egyenlíteni. Mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 8-10 pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 1-0-ra vezetünk. Hétfőn ugye Jani játszott Renivel. Reni kimondta a tiltott szót. És ma is, ahogy látom, lányjátékosunk van. Már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló! Sziasztok, jó reggelt, Niki vagyok. Hello, Niki, honnan jössz minket, Niki? Tisztarcáról hívlak titeket. Még otthon akkor, ugye? Így van, még itthon vagyok, készülődünk iskolába, dolgozóba. Hány gyerek? Temeikben. Igen, temeikben mész, igen. Hány gyerek? Én a dolgozóban, a gyerek az iskolában. Egy gyerek van, egy fiú gyermek. Mekkora? 7 éves lesz mindjárt, úgyhogy első osztályt kezdtük az idén. Már te is, vagy csak ő? Sose késő. Ez nekem az együtt pisültünk, akiltünk együtt, ezt képtelen vagyok megszokni. Mivel foglalkozol, Niki? Beszerző vagyok egy multicégnél. Ó, jó kis multicégnél. Jól van, oké, ki legyen az áldozat? A Feri legyen az áldozat. Áldozat? Mi legyen? Ne kezdjük így rögtön, hogy áldozat? Legyen a Feri. A Balázs mondta. Legyen a Ferének, kíváncsi vagyok, hogy játszolni ki. Oké, Jani? 3, 2, 1, fejő! Nagy multi, Niki. Nagy multi cégnél dolgozom beszerzőként, jól mondod. És mit szerzel be? Gáz és gőzturbina gyárban dolgozom, alkatrészeket szerzem. Egy nő. Képzeld. Gázturbina alkatrészt. Viszik mind a cukrot? Hát úgy, mint a cukrot. Jól mondod. Szeretnél kérdezni, érzem. Kérdezek, jó. Jól mondod. Hallottam, hogy a Csabai Kolbász Fesztiválra fogsz esetleg elnézni. Megyek. Miért? Jól van. És jól gondolom, hogy úgy kigyorsan laksz? Jól. Hát ez fantasztikus. Egyszer már el fogok oda látogatni. Gyere, várunk szeretettel. De csak ha ott leszel, te is. Ott leszek. Gyere, jó buli. Jó, most hétvégén 4 napig. Voltál már Csabai Kolbász Fesztiválon? Voltam a Csabai Kolbász Fesztiválon. Jó volt ez. Most ha Feri lenne a játékos, akkor inkább őt inteném meg, mert majdnem te voltál most a passzív. Hát nagyon. Kérdeztem a gázturbinát, vagy gőzturbinát, vagy mi az. Nagyon egyszavas kérdések voltak ezek. Most ha te lennél a másik oldalon. Voltak egyszavasak. Meg a kérdéseid rövidek. Most te voltál inkább a passzív gyanús. Akartam, hogy hadd beszéljen, mikor éreztem benne a lendületet. Már ez is baj. Ha sokat beszélek, akkor az a baj. Ha nem keveset beszélek, az a baj. Ha 20-as vagyok, az a baj. Az a baj, ha nyerek, az a baj. Igen, figyelj, megvan, ügyes vagy, Reni. Nagyon köszönöm nektek. Tényleg, nem, Feri nem volt, nem játszott rosszul, de nem volt a helyzet magas. Visszafogott volt. Jó, hát én biztos szerettem volna többet, de a lényeg, hogy sikerült. Ez kimondhatatlanul, persze. Elvitathatatlanul megvan az ajándékcsomag. Jaj, de jó, köszönöm szépen, örülök neki. Jó, küldjük akkor nektek. Egészséged, Reniki.
Jaj, sziasztok, köszönöm. Sziasztok, jó ciao. Hello, hello. Hello, Niki, hello, hello. Na, így viszont akkor egy-egy. Hát igen, egy-egy felzárkoztak. Jönnek. Jönnek, nagyon ránk jöttek. Na, majd nadalosok leszünk, majd csak altatunk itt az elején, aztán elveszük az ő szervájukat, és utána pedig hozzuk a sajátokat, is meg is van. Ugye holnap munkaszüneti nap van, az azt jelenti, hogy a pont a miénk, és akkor teljesen egyértelmű, kettő-egy, tehát csütörtök a kettő-egyben megyünk tovább. Hát most, érted, ha nincs ellenfél, akkor most kinyerjen ők. Értek, ha valahol esetleg láttok minket, akkor nyugodtan oda jöhetek, és játszunk egy percet, jó? És mindenki becsóra bevallja, hogyha elvesztette, jó? Mi benne leszünk egyébként a Budapest környékén. Jöjjön oda hozzánk bárki, kérdezz meg, hogy hol van a Balázs, én megmutatom. Megmutatom, merre van az arra. Oda mehet hozzá, mérem az időt. Így van, játszunk egy percet. Na igen, ez még kiegyenlített lesz, így egy-egy, és ugye holnap pihenünk, úgyhogy még semmi nem dőlt el. De egyelőre így állunk. 3 perc, pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, és aztán jövünk vissza mi. 7 óra, 10 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Oh, gyerekek, életem legrosszabb kávéját tudtam magamnak megcsinálni, de nem baj. Miért nem bízott szakemberre? Hát nem tudom, most így hátrasétáltam, és úgy mondta, rányomtam egy ilyen kis mini kávére, de hogy... Hát ebben nem sok köszönet van. Szörnyű. De hogy a legkisebb kávén az így csöpök csak belőle, azt észrevetted? Hogy az nagyon fura. Az igen, nagyon fura. Ott történnek fura dolgok, meg hát az meg kell hagyni alatt igen, egy poharat, mert időnként kereszt magából, csak így nem tudom, így kipöffent magából, mintha ürítene a szó átvités valódi értelmében, kipöffenten egy ilyen kis zacos, vizes kávés akármit trutyit, és utána szabad csak berakni alá a bögrét, mert akkor jön az igazi kávé. Igen, igen, vigyázni kell. Fura kiszerkezett lelke van. Na, nézzük a közlekedési híreket, hogy így kedd reggel, egy nappal, egy nap pihenés előtt, hogy állunk, mi a helyzet. M3-as Gyöngyös Budapest között, ha kedd, akkor köd, de jól járható. Atyaisten. Balesetmentes, most még elemér küldte nekünk. A Budakeszi úton növekvő forgalom mellett tejködben egy munkagép is halad. Jó munkát, fiúk, Zsuzsi írta nekünk, az óvónéni. És a Mátrában, illetve az M3-ason nagy a köd, de jól lehet haladni. Szép napot mindenkinek, Akili üzeni. Rakpart, Lánchíd és az Erzsébet híd között most állt be a Duna felüli oldalra a rendőr, az Erzsébet híd felé haladókat mérik. Aha. Az akkor melyik oldal? Tudnátok, ha figyeltetek volna, mi? Nem, én nem tudom, én figyelek ilyenkor mindig a felére, hogy mit mond, mert ő vezet. Mert nem hallgatjátok a közlekedés híreket, mert addig alibiztek, meg más csináltok, amíg én olvasom, dolgozom, addig pihentek. Rakparton a Lánchíd és az Erzsébet híd között. Aha. Most állt be a Duna felőli oldalra a rendőr. Az Erzsébet híd felé haladókat mérik. Hát ha az Erzsébet híd felé haladókat mérik, és a rakpart a Lánchíd és az Erzsébet híd között van, igen, akkor csak a pesti oldal lehet. De miért? Nem. Hát ez a budai ügyület. A budai is. Na tess. Na, nem figyelsz arra, amit olvasol. Na, hol van ez a kis zsernyák? Hol áldogál most? Hát melyik oldalon lehet állni? Melyik oldalon van a Duna? Hát mind a két oldalon van Duna, csak erről arra. Na ez az. Arról erre esik. Mert hol van hely? Például a pesti rakparton nincs hely oda. Várjál csak az Erzsébet. Hát valahogy mindenhol ott ilyen hajók, állóhajók vannak, de hogy nem, ott is van hely. Ott a parkoló van. Sőt, a budai oldalon nem tud leállni, tehát ez a pesti. Ez a pesti, megfejtetted? Meg. Jó vagy. Veresegyház Vác vonalon a MÁV befejezetté nyilvánított a lombhullás tegnap, egy, ma reggel csak 5 percet késett a vonat. Gyerekek! Rend van. Lehullottak a levelek? Vége van? Hát vagy van néhány szakértő, aki végig még egy ilyen lombfúvóval, tudod, amilyet te is kaptál a Feritől annól. Ez egy hosszú séta. Hát igen, korán kell kezdeni a melót. 51-es úton Sükös belterületén Trafi Jani 81 küldte nekünk. Na, Jani, mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Jaj, képzeljétek el, most így hallgattam ezt a Michael Jackson számot, és én amúgy is egy ilyen múltba révedős típus vagyok, én imádom ezeket a retro dolgokat, meg hát ugye akárhogy is nézzük, a pop királya az annyira durva dolgokat csinált, hogy bármikor, amikor meghallja az ember, akkor elkezd borshozni a háta tőle. És ahogy hallgatom a számot, belelapoztam az egyik ilyen napi bulvárba, amit én egyébként nem nagyon szeretek, viszont van benne egy zseniális kép, ami az első emeletnek a jelenlegi felállását ábrázolja, a Novotel Hotelnek egy lépcsőjén, ahol 25-27 évvel ezelőtt szintén készítettek egy ilyen fotót.
És azóta ugyan egy főben megfogyatkoztak, mert hiszen Mihály Gábor már nem tagja a zenekarnak, de egyébként úgy csinálták meg a fotót, hogy egy az egybe ugyanúgy állnak bent, benne öten a képben, és ugyanúgy támaszkodnak a lépcsőre, ami semmit nem változott az elmúlt 27 évben, és elképesztő jól néz ki a fotó. Igen, a lépcső talán kicsit rozsdásabb lett, nem? Vagy átfestett? Így van, jó, hát 27 így év van. Alatt. 27 év alatt az kicsit változik. Találjátok ki, hogy melyik készült régebben. De imádom az ilyen képeket, ez zseniális. És ezzel párhuzamosan beugrott egy harmadik dolog is, ez pedig tegnap történt velem, hogy rátaláltam az interneten egy olyan Magyarország térképre, amin a 19. századi Magyarország látható, 150 évvel ezelőtt egy katonai térképről van szó, amit fölrakott valaki a netre, és úgy, hogy ott van mellette a mostani Magyarország térkép is, és gyakorlatilag rá tudsz keresni a lakhelyedre úgy, hogy meg tudod nézni, hogy 150 évvel ezelőtt azon a helyen mi volt. Hogy mi állt ott. Tehát gyakorlatilag, na, így van. Úgy kígyóst is már be. Tehát meg lehet nézni, az, igen, majd beütjük. Beütjük, nem akarok, mert picit ilyen bonyibb egyébként a dolog, de simán rá tudsz keresni arra, hogy a lakóhely nem volt nálunk. Egyébként volt akkor már valami, mert az a híres szarvas csárda, az már akkor létezett, volt. Igen, ott volt már. Persze, Lőrincen, amit egyébként annak idején nem is így hívtak, hanem Lőrinc pusztának. Aha, és valószínűleg egy nagy puszta közepén állt a szarvas csárda. Bizony. Néhány kis elszórt tanyával. De igen, valószínűleg Óbudán lápos, ilyen ingoványos, valami mocsaras valami. Érdemes egyébként megnézni azt, hogy Budapest akkor pontosabban Pest milyen viszonylag szűk területre korlátozódott, akkor zseniális. Zseniális, úgy én imádom az ilyen dolgokat. És valakinek így beugrott, hogy hát lehetne ezzel valamit kezdeni, és akkor így a kor hívmányainak megfelelő szoftverrel így összerakta ezt a dolgot, és akkor meg tudod nézni, hogy például mondom új kígyósan, mi volt a helyzet akkor. Hihetetlen, hogy emberek mikre kattannak rá, egy ilyen térkép mellett én úgy mennék át, nem? Tehát látod? Úgy nyomnám a következő oldal megnyitását, mint a húzat. Te meg ezzel szerintem te évekig el vagy. Elbíbelődök vele órákig. Olyan szinten lépnék át rajta. Nézze meg, mi volt az önlakhely. Következő. Jó. Nem? Igen, jó, nézd, ugye? Te meg ezzel órákat. Tehát, hogy ha van valami, ami nem érdekel, az, hogy mi volt ott 150 évvel ezelőtt. Pedig jó, laktam. Hát az a múltad. De hogy kicsit. Közben mégsem. Hát, mert hogy tudom. Egy lápos vidék valószínű, vagy ott állt mondjuk egy istáló. Vagy ott állt, nem tudom, mondjuk egy nem tudom milyen katonai kaszárnya. Vagy egy temető, na, vagy egy bolondok háza. Hát már mennyi érdekességet mondtál el. Hát mondj még valamit, hogy mi állhatott. Egy gólya ilyen. Hát mondjuk azt megírja, hogy ott állt egy gólya, az mondjuk jó, igen. Át siklanéke felett. Mit látsz? Tessék, nézd meg, ott van. Kígyós. Micsoda? Új kígyós, már akkor így hívták. Semmi nincs gyakorlatilag. Fölvarírva, hogy új kígyós. Nyilván a katonaság számára ez egy felvonulási terület volt, de nem, ott azért egy párháznak nyilván van kellett lennie. Ugye a fő objektumokat jelezték általában ezeken a térképeken, amik hasznosak lehettek mondjuk így a katonaság számára is, de Szerintem ilyen útpörösze. Mi volt új kígyóson? Na most mondj nekem. Nézd, mi volt ott van négy darab de mi? Ház, hát ott már 150 évvel ezelőtt, mi ugye mi szegedi dohánykertészek vagyunk eredetileg, tehát úgy telepítették be az én kis falumat. Hát de szegedi neperek, így van. Nem, csempészek. Neperek, csempészek. Harcban álltok a financokkal. Egyébként igaz, ez azóta is tart a faluban, de hogy mi termesztettük a jó dohányt, és onnan vitték el. És itt már egyébként ez az a kor, amikor szerintem a Venkheim birtok az megalakult. De mi volt ott? Tessék, mi volt új kígyóson? Mondd már, mi volt új kígyóson? A Róna, maga a magyar puszta. És ezt nézed a térképen, hogy ott van egy puszta. De tényleg nem érted? Ez az én gyökerem. Nézzük meg Óbudát, tessék. Óbudát, tudod mi volt 150 évvel? Puszta. De láb. Nem lehetett puszta Óbudán, mert a 150 évvel ezelőtt, mert nem, mondjuk 300 évvel ezelőtt. Vagy mondjuk ott, mint a Békásmegyer, Akvinkum, hát ott azért nagyon sok ilyen lápos vidék volt, tehát ott simán. Na de érted, a hegyek ott voltak. Akvinkumban pont nem. Érted? A hegyek ott voltak, na, hát az alatt, igen. A nagy magyar tarló, hát ott gyönyörű. Hát megőrülök, annyira jó. Figyeljék, nekem volt egyébként egy ehhez hasonló, de annál azért egy picit személyesebb élményem is. Egy jó pár évvel ezelőtt, amikor könyvtárakat költöztettünk, ugye, erre az időszakra nagyon büszke vagyok, mert nagyon-nagyon szeretem csinálni. És egyszer egy olyan könyvtárat költöztettünk, ahol budapesti utcanév jegyzék is volt, rendesen nevekkel, címekkel, stb. És a kedves nejemnek a családja, ez egy viszonylag régi család, és nagyon régóta élnek már Budapesten, és csak úgy rájuk kerestem. Megnéztem, hogy így apai ágon valaki esetleg megtalálható ebben a névjegyzékben, és megtaláltam.
És azért az, amikor azt látod, hogy tudod, hogy, hogy utca, házszám, és hol lakott a kedves, kedves dédnagyapa, vagy ők nagyapa, vagy ők nagymama, illetve akkor, akkor, akkor azért ez egy basszus, így, egy kicsit, az, kicsit elkezd dobogni a szíved, mert hogy, hogy egy pici kapcsolatot találtál a régiekkel. Gyerekek, el nem tudom mondani. Családfa? Assi, egyáltalán nem. Hát de hogy kik voltatok? Nem. Honnan jöttél? Egyáltalán nem. Nem érdekel? Nem. Nem, nem. Szerintem rengeteg idő elmegy erre, ahelyett, hogy megélnéd a jelent, meg azzal lennél, aki ott van, meg azzal foglalkoznál a családoddal, meg a szeretére. Nem érdekel. Tehát, hogy volt nekem 1873-ban egy nagybátyám, aki a félszemére vak volt, egyébként egy párbajban levágták a bal fülét, hát átszúrták a jobb heréjét, és kivették az egyik vesét. Hát és ha ez a sztori, akkor én azért egyrészt hát érdeklődnék, kutatnék, és meg is írnám, mert ez lenne egyébként a karácsonyi könyvpiac slágere, hogyha átszúrták a heréjét. Nem, 1863-ban az ők nagyapám, nem tudom, valahol Debrecen mellett juhokat tenyésztett, és volt közben egy kastélya, és azt elárveredett. Kicsit sem. Elkártyázta, nincs kicsit. Meg. Hát a romantikus regény alapja kész. A nagyapád a debreceni pusztában álló kastélyt egy éjszaka alatt elverte. Dédnagyanyát sírva ment. Nem, egyáltalán érdekes, hogy érdekes. Nagyon bírom azokat, akik ennek így utána járnak, meg megkeresik, meg kutatják. De hogy annyira nincs közöd már azokhoz az emberekhez, annyira nem érdekel. Benned élnek. Tessék? Benned élnek, az te vagy, ők nincsenek, bizony. Akkor ma nincs Sebestyén. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ezek az emberek ezek addig élnek, amíg emlékeznek rájuk. És egy miért kéne nekem egy 1863-ban meghalt egyébként? Nem kell. Ők, nem tudom, ő se fog rám. Nem tehát, kell, de teljesen, ő egyáltalán, tehát a 2136-ban megszületendő nem tudom kinek, teljesen mindegy, hogy én szerintem miben haltam meg, és mit csináltam. Szerintem fantasztikus az, hogy például minden második japán családban van egy kis házi oltár otthon, az oltár otthon egy kis fiók, és hogy kinyitják a fiókot, elővesznek belőle egy néhány papírlapot, amin gyakorlatilag évre pontosan, akár több száz évre visszamenőleg is ott van a teljes családfájuk. Kik voltak, honnan jöttek? De ezek nevek. Tudod őket, nevek. Igen. Igen, de hogy ott, hogy Yokuzama Hirozato 1326-ban szepukut követett el, mert nem tudta megvédeni a császárt, ettől nekem az ég egyadta világon nem lesz erősebb kötődésem a családomban. De semmi. Nem azt mondod, tehát hogy van egy olyan ember a családodban, aki szepukut követett, a Yokuzato Hirozato 1316-ban. A tradíciókat tovább kell éltetni, tehát hogy van is. Két éved, aztán vág fel a hasonlók. Nekem is. Tehát az, hogy mit csináltak a szüleid, nagyszüleid, meg mondjuk még a dédszüleid, az rendben van. Tehát az egy jó dolog. De hogy 160 évvel ezelőtt ki élt, hol élt, rohadtul nem. Szerintem tök érdekes. De mondjatok már három okot. Tehát, hogy én elfogadom, csak hogy mi? Te se kutattad még azért olyan nagyon le. Mondok nem? Három okot. Mondod, olyan érdekes. Olyan, de na, tessék, mit csinált 1904-ben a te ük, na, akkor miért nem kutat? Ha olyan nagyon érdekel, Feri, miért nem kutattad? Nem volt időm, mert a mának éltem. Mondjatok már ezzel. De nem, én szeretem ezt. Ez tényleg jó. Vagy hogy a falut helyén mi volt annak ideje, azt hogy alakult. Persze, ez tök jó. De szerintem a család ugyanez, hogy ezt fölállítani. Félek érted, hogy nekem közöm van az öreghez. Na, tudom, és akkor itt mehetek. Te kirdában. Sárospataki várba kell költöznöm. Igen, valami török felmenőid vannak, mert ott valamit a kis Rákóczi, ott Rodostóba, te kirdákban ott valamit beújított, aztán ott Balszányról te megérkeztél, mint. Nézd, a török konyha jó, szerintem a három intézménye remek, hát most. Olyan nagyon nem nyúlhattál mellé. Na jó van. Oké. Okay. Csináltasd meg, hát hátha. Na. Ugye? 30-40-50 ezer forintért már komolyan lekutatják vissza, megmondják, hogy meddig tudják visszakutatni, és meg tudod nézetni. És akkor van ez a család állítás, hogy megcsinálják. Interneten ezt is van, tehát hogy van egy olyan adatbázis, amiben beírhatod a nevedet, ha esetleg ott nem találsz, neked lehet, hogy kidob egyébként visszajelagsod. Neked már szerintem azért találnál, igen. De hogyha esetleg nem találsz, akkor ténylegesen meg lehet bízni kutatókat azzal, hogy egy hivatalos családfát készítsenek el, kutassanak utána például a Széchenyiben. A tél. Kutyabőröm lenne a végén, érted? Falra föl. A hidegráz olyan izgi. Inkább valami góblányt. Az így jó, kiharrogatom esténként. Na jó. Oké, meg vagyunk a családfával? Hm? Hát kérdezem, hogy van még valami, amit mondani akarsz? Nem, én még elbíbelődök fel egy pár órát, én mit csináltok, amit akar. Igen. Balázs, én a dédudonkád vagyok a jövőből. Embereld meg magad, mert ég a pofám miattad, írja Marcsi. Na. Igen. Imádom az embereket. Barázs teljesen igazad, rá csak fog emlékezni senki. De tényleg nem. Egyébként. Abszolút nem. Jaj, azért most kíváncsi lennék a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hirtelen
nagyon nagy család szerető emberekből, akik most aztán olyan nagyon nekem tudtak, hogy hányan kutatták le visszamenőleg. Tehát, hogy most ezt így elmondva tényleg jó, de hogy tényleg hányak van, hánynak lapulott a fiókjában. Visszamenőleg nem tudom, 16 generációra a családfa. Mert szerintem egynek se egyébként. Ja, csak ilyenkor most, hogy jó becsatlakozni, de már pedig az mennyire fontos. Nem? Hát de tényleg látod, velünk vannak. Fontos. Na, van egy internetes videó, ami kering a neten. Talán azért internetes videó, mert a neten kering. Ugye? Hát ez... Internet. Ez egész egyszerűen elképesztő. De várjál, ez nem a világháló van fönn? Hát de hívhatjuk akár így is. És egy briti koncertről szól, méghozzá 2001-ben Las Vegasban adott koncertről, ahol készült egy hangfelvétel, ami a briti fejére applikált mikrofon rögzített. Hát ez elég érdekes. Jaj, volt már egyszer egy ilyen. Ez elég érdekes. Emlékeztek rá a kis Julio Iglesiassal, aki ugye playback bulit tartott, de hát önkor a mikrofon azért az él. De sokan nem arra fizettek. Hát jó, az egy másik kérdés, hogy mit veszel a pénzedért, de ugye van mikrofon, mert egyébként a dalok közötti konferálást azt nyilván hallani igen, kell. Igen. És ezt rögzítették ott is. Van most brit sznidől? Van egy brit, igen. Ez érdekes, hogy ezt csak 2001-ben rögzítették, de hogy azóta ez itt keringett itt-ott, és most került föl az internetre, viszont innentől kezdve fénysebességgel szágult. És... ugye hát tulajdonképpen a Las Vegas-i show-król mondják, hogy ott nem elsősorban az élő éneklés a lényeg, hanem az, hogy minden patent legyen és minden jól szóljon. Viszont itt egy külön hangsávot tartalmazó kis felvételt került ki, ami ugye Britney hát tulajdonképpen tátog meg ő azért, hogy ezeket az ének hangokat kiénekli, hogy hitelesebbnek tűnjön a playback. Aha. Ugye ilyenkor szoktak egy ilyen félig lehúzott mikrofonba énekelni. Hát nem túl jó. Nem? De hülyeskedj. Ez már az elejétől az? Abszolút? De így becsukott szemmel felismerted volna? Vagy azt mondtad volna, hogy valamilyen hétvégi összetartás és karaokiznak éppen a munkatársa? Egy nagyon részek, nagyon részek karaoki. Megmutatom, hogy ez hogy szól. Ez a teljes hang egyébként. Ott az alap is szép. Na figyeld. Nincs oda hang, nem? Nem áll. Figyelj. Ez ment ki, ez amit rögzített a fejmikrofon. De nem gondolnád, hogy ő a világ legjobb énekes, de azért azt gondolod, hogy amire ő ráénekel, azért az úgy valamennyire hasonlít az eredetihez, nem? Hát a szövege de, hogy... hasonlít, nem? De most... De hogy a világ imádott, irigyelt, és egyébként egyik leghíresebb pop énekesnője ennyit tud, figyelj! Táncol, nagyon van hozzá videó. Brutál jó a show, tehát az brutál show, nyilván ki... Ez még itt egész rendben volt, nem? Hát, nem erős. Nem erős, várj, beletekel egy kicsit. Lassabbat, az jobban énekli. Énekel még benne? Hát nem, sajnos, ez nem az. Ez nem ének. Hogy azért ez kemény, nem? Hát most ez a galakalom, hogy... De Madonna se egy jó énekes nő élőben egyébként, meg nagyon sokan nem. De hogy azért ennél ő is jobban tud. Figyelj, miért nem a feleségemet hívták meg az amerikai X-faktorba zsűri tagnak, mert ő pont ugyanezt adja elő egyébként mosogatás közben. Ezt hallgat. Atya Isten! És kifele tenni teljesen patentül szól a dolog, nyilván tök playback az egész. Madonna esetében gondolkodtam már nagyon sokszor azon, amikor láttam ezeket a fergeteges koncertvideóit, hogy vajon
hogy a jó Istenbe nem szaporába légzése, hát hogy lehet az, hogy nem kapkodja a levegőt, hogy lehet az, hogy énekel is, táncol is együtt, mind a kettő gyakorlatilag világszinten állt, akkor nyilván egy picit beleegyszett ez is. A technika vívmány. Igen, azt akartam mondani, hogy a nagy énekesek nem véletlen, hogy mondjuk Whitney Houston-t sose láttad így ugrálni a színpadon, mert ő énekelt méghozzá nem is akárhogyan. Hogy a kettő együtt az azért nehezen kivitelezhető, tudod? Úgyhogy az valószínűleg playback. A showért föláldozzák azt, hogy élő énekes. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy Britney tud énekelni. Hát a Britney jelek szerint nem tud énekelni. Nem, mert hogy ő egyébként se egy nagy volumen ebben, de valahol érthető, ez meg szemétség, hogy kirakták. És ő egyébként most tényleg ül az amerikai X-faktorban? Vagy ült, most nem tudom pontosan, aha, vagy ott van még, vagy már kirakta a szájban, nem tudom. De hogy ő egy ilyen produktummal egyébként, ugye, tehát hogy mennyire az van, hogy építik föl, hogy milyen menedzsment van mögötte, hogy mit raknak mögé, hát egy abszolút középszerű. Nyilván, ha ő tudja, hogy élőben énekel, akkor nem biztos, hogy így énekel, tehát ő itt nem figyel arra, hogy most ráénekeljen pontosan. De mégis azt gondolnád, hogy valamennyire azért az jön ki, nem? Ha igen. Engem nem zavar, ha egy koncert playback, tehát szerintem az, hogy sokkal jobban szóljon, hogy jó látvány legyen, az ma már sokkal fontosabb. Mondjuk egy, mint egy Lady Gaga-nál, ahol voltam mondjuk az arénában. Egyáltalán nem érdekelt, hogy playback. Igen? Egyáltalán nem. Tudom, ha már eljönnek, akkor már csináljon valamit, nem? Tehát, hogy... Na most nem azt mondom, hogy egy rock koncert legyen felvételről, de mondjuk egy popstar, ha eljön, mondjuk egy Gaga, tehát ott sokkal jobb volt a látvány, meg a színpadi show, tehát az, hogy most jött playbacket, vagy nem playbacket, az tök mindegy. Hát figyelj, a Final Countdown-nak a kórus részei mondjuk playbackről, mert engem az nem zavar. Csak az összes többi menjen élőbe. Zenekarnál egy hangszerű zenekarnál irgalmatlan ciki. Főleg akkor, hogyha közben egyébként az énekes ráadásul nem is játszik semmilyen hangszeren. Tehát, hogy akkor azért kellemetlen. Na de valaki ennyire rosszul énekelve is tud világsztár lenni? Látod, hát így működik az iparág. Szépen fölépítették, volt show, volt egy-két botrány. Tehát, hogy kiderül, hogy az amerikai énekesek 80-90%-ig egyáltalán nem tud énekelni? Hát, tehát, hogy a Madonna se túl erős élőben egyébként. Tehát, hogyha egy élő koncertet nézel a Madonnától, azért ott is vannak ugye érdekes hangok. De hogy egy Britney ilyen rosszul énekelje. Hát szerintem a felvétel számít igazán. Ugye azzal jössz ki a showt, vagy a koncertet eladja a show, pont az, amit te mondasz. Igen. A stúdióban ugye azért annyira tud énekelni ő is, a Madonna is, hogy el tudják szépen énekelni a dalt. Fölveszik, egyébként már vannak olyan szerkezetek, hogy te is szépen tudsz énekelni, ha bemész ide a Viktorhoz a kis kutricájába, bármit fölénekelsz, és meglátod, így kiírja, kipróbáltuk, írja a te hangodat, és akkor tudod így húzni a hangot. Nem. Tehát, ha hamis vagy, akkor pontosan fölhúzza oda. Igen. Úgyhogy nem változik meg a hangszíned. Tehát most azonnal felrántom a BB One More Time-ot. Adás után. Jó, hol meghallgatnánk. Egyébként egy ilyen szoftvert tudnánk szerezni, akkor azt meg lehetne hallgatni. Hogy elmész valóban fölénekled. Még fölénekelsz egy Whitney dalt, fölénekelsz egy, mit tudom én, egy Britney dalt, meg fölénekelsz, mit tudom én, egy Europe Final Countdown dalt. És ezeket így összehúzogatjuk. Lehet, hogy kiderül, hogy aranyhangú vagy. Hát egyébként simán lehetnék. Lehet. Fél többet fogok, csinálok rögtön egy kis lemez, az Upside Did It Again is rajta lesz. De akkor lehet, hogy a Gaga is, meg az egész egy rohadt nagy átlag, és az egyiknek sincs semmi hangja. Most én ezeknek az énekesnek az esetőt, tehát hogy Britney Spears, ugye, Fer is jelezte, én is azt gondolom, hogy annyira nem lepődik meg az ember. Én akkor lennék egyébként kétségbeesve, és akkor dőlnének le bennem tényleg hatalmas dolog, mondjuk egy Christina Aguilera, vagy egy Celine Dion, vagy egy Mariah Carey. Tehát, hogy ők lennének azok, akik ugyanezt adják elő egyébként egy koncert, akkor azért már túlznám egy picit a számot, az csalódás lenne, nagy csalódás. Na, tudod, hogy Mariah Carey az például jobban énekel. Tehát nem biztos, hogy akkor ő is élőben énekelt. Nem? Az nyilván jobb torkú énekesnő, persze, iszonyat jó énekesnő. Na, de hát ez ilyen alapon, most egyszerűen kijön róla is egy felvétel érted, és kiderül, az összes koncertje fullkamú volt, és olyan pitang rossz hangja van a nőnek, mint az atom. Nem? Én nem vártam túl sokat a Britney-től, de azért ez egy nagy csalódás. A Gaga playback volt itt nálunk, Lad? Ilyen fél playback. Uh-huh. Ott van egy kicsi eredeti hang is? A fél playback? Ott ráénekel? Van egy... Hát a klasszik fél playback az azt... Igen, amikor tapsa biztatja a közönséget. Az ugye azt jelenti, hogy a zene jön gépről, és te ráénekelsz. Tehát lásd Kassa Tibi koncertek, amikor nem nagy koncert van. Ahogyha nem zenekarra megy, akkor Tibi például úgy lép föl, hogy hozza a zenei alapot, de ő például... Hát, na, élő. Nem, ő például, tehát korrektül minden egyes koncert ilyen ráénekel, olyan nincs, hogy az ének is CD-ről jön. Aha. Ez a fél playback, a teljes playback, meg az, amikor odahozod a kész lemezt, és akkor énekelnek is helyettet. Tibi nagyon jól tolja amúgy.
Jó, egyébként. Igen, persze, jó, 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 jó. Én szerintem, hogy a bőrén is levegőt vesz. Na jó, de azért meglepő, hogy tényleg abból csinálnak popstárt, akiből akarnak. Aha, tehát ezt így meghallgatod, és azt gondolod, hogy milliókat keresett, nem tud énekelni, totálisan ostoba, azt se tudja, hogy melyik ország van, ha megnézel egy brit interjút, nem? És milliárdos lett ebből. Betanítják a neki, megcsinálják a zenét, megírják a szöveget, összerakják a sztájt. És fölhúzzák a hangodat a végén. Akkor vagy... most mit tulajdonképpen, ha ezeket a rétegeket így leszedegeted róla, akkor mi maradott? Az, amit most hallottunk. Igen. Meg egy olyan ember, aki erre alkalmas egyébként valószínűleg, ugye? Hogy őt, hát amikor... az egy ilyen sztár típus, igen, nem? Tehát jól fölépíthető, jól lehet brandingelni, igen, helyes, szexi, tudod, szöszi. 2001-ben azért még tényleg jól nézett ki. Most már picit azért szétcsúszott. Mi van a nyomtatónkkal, van még? Hogy a francban el lenne? Még ezen a héten ezen tudunk a adni? Ezen a héten végig tudunk adni, ugye ma is lesz majd egy a három játékosunk közül valaki megnyeri. Brutál jó kis ajándékunk van, úgyhogy lehet jelentkezni Óven bácsira, Beru nénire, mert a három nagy játékot játszó közül valakit kisorsolunk majd, aki az adott nyereményen kívül elvisz egy wifi-s, intelligens, érintőkijelzős brutál jó kis nyomtatót, úgyhogy lehet jelentkezni játékra. Mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 7:30. Ez itt a Morning Show. 3:48 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, lekutattam a családfámat. Le, persze. Nem is érdekel. Most gyorsan megcsáltam, kiderült, hogy az ők nagyapám 1804-ben egy vadászaton megmentette az ők nagyanyám életét. És szüzességét másoktól. Igen, szüzességét másoktól. És egy vadászaton végezte be végül is. Egy vaszkan, tudom ezt szörny, a szörnyt is. Szörnyű vadászaton. Igen, valami neszelt a bokorba. Elment, kumhatott egy nagyot. Viszontos ahátba lőtték. Nem Zsüllel beszélgetem, Zsüll, mondom őszintén, téged érdekel? Kicsit most úgy érzem, hogy... De ilyen, nem már, könyörgöm, a Zsüllt mi érdekli? Olyan nagyon sok hirtelen megvilágosodott kis jelszent ember között, hogy engem is mennyire érdekel, és csinálta itt a kávét. Zsüll, érdekel? Mit mondod? Hát nagyon jó, hogy kérdezed, mert pontos az apukám most kutatta, mondom, hagyjuk, igen. Mondom, Zsüll, téged érdekel? Rohadtul nem. Mondom, köszönöm szépen, de jó. Mert már mondom, kezdett furdalni a lelki ismeret, hogy most mindenki mekkora családfa kutató az országban, hogy az SMS van. Elnyomtad az egóddal. Igen, meg mindenki, Zsüll nem ér mindenki rá. Mi mennyire hirtelen fontosnak érzi az 1806-os ükükük nagymamáját. De a Zsüll és nem hogy én egy rá, mekkora tudod. Rohadék vagyok, ha engem rohadtul nem érdekel, de kiderült, hogy a Zsüllt egyáltalán nem érdekel. Mert neki állandóan jár az agya, kilégzés, belégzés. Gyere, Laci, egy picit. Meg Zsüll lehet, hogy dacból, mert Zsüllnek a papája egyébként, ugye egy nagyon-nagyon híres emberke, amúgy a várkutatásban. Az oké, okay, az oké, okay, de ő lekutatta. Nőtt fel valószínűleg, ez egy picit fárasztja már a dolog. Igen. Téged mennyire egytölötted, Laci? Ugye egyáltalán nem. Engem egyet. De nem hozhatsz ilyen ember. Köszönöm. És a Laci nem játszik ezen a pályán. Álszentek hát, vagytok. Nem vagyunk álszentek. Még a Janinak egyébként egyszerűen, Jani ilyen utána menős kutatós, de hogy téged mennyire rohadt mányosan nem érdekel ez, és ennyire tudom, hogy kamuzol, mint az atom. Nekem ezek fontos dolgok. Na jó. A szülőfalum, nézd meg, ahogy kinézett. Egyébként csak mondom, most kapaszkodj el. Olyan vastagon szarom le, hogy az valami elkezd. A szülőfalumat? Te mit mondasz, úgy figyós rájál már? Nem a szülőfaludat. Az én felmenőm. A nagyon-nagyon régen. A déd nagymamám még nem, meg az ükig nem. Na most meglepődnék, ha egy ponnyicki is mellé állna. Na figyelj, jön most. Kikérem magamnak, hogy lehet így viselkedni minden ember kötelessége. Ki nehogy már mellé álljon. Hogy kutassa le 1612-ig. Nem rohadtul nem érdekel. Hát egyáltalán nem. Téged nem érdekel? Hát miért érdekelne? Mert ránéztem az SMS-re, és azt láttam, hogy úristen, hát tényleg velem van a baj, hogy itt mindenki, hogy te milyen ember, nem vagy magyar, mi nem vagy, ez nem vagy, az nem vagy, mondom, úristen. Ez nem magyarság kérdése szerintem, hát most azért ne kellett bele. Én lengyel vagyok például, most nem érdekel. Tessék. Ennyi. Yeah, hát ez... De most ott van a férjed, Anna, a férjed patinás családja. Na, azt se kutatnátok le? Hát se a Péternek megvan. Meg, neki tényleg megvan. Na, ugye? Neki megvan. De mi az anyukám is lekutatta, meg imádtam, persze. Mondtam neki, Muter, tök jó, hogy téged ez egy érdeke, imádom, megmutassam, mondom, nem. Na, megyek, meg mozizunk. Elmondom, mi van a Benivel, gyertek át, nem akarom tudni, hogy az 1600, és valaki, nem tudom, ami 130 vagy 150 ezer forintért valami céggel megcsináltattam. Mondom, hát az... Hát te fizetted, nem? Ezt én is beírom neked. Egyébként 1716-ban a sűsápiláp mellett megszületett az ők. Igen, hát ez milyen szép a sűsápiláp. Nem. Ferék valószínűleg Rácz Martalócok voltak, akik átjöttek el. Igen, végfosztak, igen, és aztán ennél ez egyik ilyen kéget, kirabolt kunyó, beköltöztek, és aztán ott van a hazánk. De figyelj, hogy ebből a hallgatóknak mennyi esik le. Balázs, a temetőbe ki szoktál menni néha?
Ugye, tehát azért itt van árukapcsolás, nem? Hogy egészen eljutunk odáig, hogy már a saját dédszüleim nem érdekelnek. Nem, megmondom, hogy... Egy picit mellét kell, hogy álljak, tehát, hogy igen, ez nem erre gondoltuk kifejezetten. Bajban lennék, ha most az 1893-ban meghalt szépapámat valahol meg kellene találnom. Tehát azért a fiúmai úton botorkálnék egy ideig azért, amíg megtalálnám. Családi kriptát mindenkinek. Azt kövezzem meg először, aki egyébként sűrű látogatja. Jogos. Nem az első követ. Szerintem sincs. De engem mindig az adott pillanatból a legtöbb kihozás érdekel, érted? Tehát, hogy milyen a kapcsolatod a mostani családtagjaiddal? Kimondod-e most nekik, amit érzel? Tudsz-e velük elég időt eltölteni? Tudod-e, ismered-e jól az anyádat? Ismered-e jól az apádat, a gyerekedet, a nőt, akivel együtt élsz? A saját testvéredet? Teszel róla 5 fölkérdés, meg tudod-e válaszolni, mi az anyád kedvenc színe, mi az anyád kedvenc étele, ha egyetlen egy kívánsága lenne, az mi lenne, hova menne, ha egy helyet nézne meg a világon, mi lenne? Költözze. Ezek sokkal fontosabbak, és szerintem az emberek 80% egyébként ezekre a kérdésekre a saját legszűkebb családján belül sem tudja igazán a választ. Hogy most, ha anyád egyetlen egy dolgot kívánna az életébe, szerinted mi lenne az a kívánság? Írd le egy papírra, anyád is írja le, hasonlítsátok össze. És nézzétek meg, hogy mennyire ismered a saját anyádat, vagy a testvéredet, vagy a saját gyerekedet, vagy mondjuk az apádat. 10-ből 8 ember úgy hasonlna el, mert mindenki a saját probléma, a saját gond, a saját élet, nem? Tehát ha ezeket tudod mélyíteni, a jelenlegi kapcsolataidat, és ezeket tudod kitesteni, engem sokkal jobban érdekel, sokkal nagyobb lecke van benne, mint hogy én valami könyvtárba botorkáljak. És... Ha nem, hanem más. És akkor más. Na, hát akkor most az én szépapám elhasalt egy vadászatot. Érted? Tehát, hogy annál rövidebb az élet, mint hogy ilyen elmúlt, már meg nem változtatható dolgokba ásd úgy bele magad, miközben itt van az adott pillanat, hogy kiteljesedjél, és mélyítsél olyan kapcsolatokat, amik viszont lehet, hogy sokkal felszínesebbek, mint amennyire te azt gondolod. De ezek a gyökerek talajt adnak annak, ami ma van. Érted? Ez hogy meg tud bele, meg ezt tud is bele el, persze, nincs ezzel baj. Ad valamit. Abban neked tök igazad van, hogy azokat sem ismerjük jól, akikkel most együtt van egy, vagyunk. Van egy baromi jó könyv, ezt a Fridi fordította, nem ő csinálta, csak azt hiszem, hogy fordította, vagy ő adta ki. És ez arról szól, hogy töltsd ki, és ismerd meg a saját családodat. És onnan indul, hogy mi anyádnak, vagy édesanyádnak, vagy mi volt, vagy ha még szerencsés vagy is él, akkor mi a kedvenc étele, mi a kedvenc színe, mi a kedvenc helye, mi a kedvenc filmje, könyve. Töltsd ki ugyanezt az édesapádról, töltsd ki a testvéredről, töltsd ki a gyerekedről, töltsd ki a rokonaidról. És aztán ők is kitöltik, ők is elmondják, és rájössz, hogy tulajdonképpen nem tudsz róluk semmit. Semmit. Mert annyira benne vagy a saját életedben, és annyira a napi problémáidat, gondjaidat akarod megoldani, hogy rájössz, hogy azokkal az emberekkel egyébként, akikkel együtt vagy, tisztelet a kivételnek, nyilván van, akik nagyon szoros a kapcsolatuk, minimális dolog, amit tudsz. És például szerintem egy ilyet kitölteni, vagy egy ilyen könyvre időt áldozni, 100-szor hasznosabb. Azért nagyon jó, mondom, az kapható könyv, és volt egy üres könyv. Tiszta jó könyv az a címe. Igen, tiszta jó könyv, és neked kell egy csomó mindent benne kitölteni. És a végén lesz egy nagyon-nagyon szép kép és rajz és dolog arról, hogy te mit tudsz és mit nem tudsz a saját családtagjaidról, akik egyébként még ha szerencsés vagy, körülvesznek téged. Itt is egyébként nem csak a szülők, hanem a nagyszülők is benne vannak. Benne vannak, persze, azokat más ugye a legtöbben nem tudja megkérdezni, de a szűk körben szembesülsz azzal, én nagyon sok mindent megcsináltam belőle, szembesülsz azzal, hogy te jó Isten. Tehát azon emberek, akik egyébként szerves részét képezik az életednek, mennyire mégis valahol azért a saját életüket élik és állnak távol tőled, mert nem tudsz róluk mindent. De milyen érdekes, mert egyébként szerintem meg így alakul ki az a hagyomány, amit a Feri mondott, hogy aztán elkezdje. Ezt leírod, majd a Beni hozzáírja az övét, majd a Beni gyereke hozzáírja az övét, és akkor már nem is kell tudatni. És akkor megvan a család. És akkor hát nem? Ezt nem írtuk, ugye, amit a igen. János mondott, hogy a japánoknál ez nagy divat, hogy mindenki írja. De milyen szép dolog egyébként. Nagyon szép, nagyon szép. Ne szépezzél, mert az előbb leszaroztad a családfát. Igen, a Péternek ott a kutyabőr a falon, nekem nem kell. Egy kutyabőr. Hanem sztorik is vannak menni. Én például simán el tudom képzelni azt, hogy mondjuk Feri visszavezetni a családfáját, és kiderülne, hogy annak idején Mohács mellett valamelyik őse halált megvető bátorsággal védte a tábori konyhát a janicsároktól. És akkori pálinka készletek. Igen. Szerintem, de 600 évre visszamenőleg hattápos volt. Nálatok a családban mindenki valahol ott sürgött, forgott a hattápvonalon, az egészen biztos. Ha más nem, ezért kutass le. Na látod, akkor már megvan ennek igen. Is a magyarázata. Ennyire ebből egyszerű. A sóletből nem ezt.
gyerek! Tőlem jöhetnek, de nem! A te felmenőid szerintem egy ország kondáját ölték már le, tehát hogy több ezer disznó lelke szárad. Azért van. Egyébként én is ezt gondolom. Azért van. De ezek, amikor itt hever az asztalon, Ponyicki művésznő is jön a kolbászért, meg Sebestyén művész úr is, hogy ne szarunk jönnék bele az ország kondájába, akkor, hogy a rákóciak mit öltek le, meg mit nem, te vagy akkor a kis, jó vagyok, mi? Te vagy a kis hadtáposunk, hozzad csak szépen, hozzad. Nem, hétfőn itt az anyag, azért bízunk benne. Egy falatot nem. Három az SMS. Feri őseit diverzáns akciókra képezték ki, ledobták őket az ellenséges hátországot, megettek mindent. Így van, és éhen pusztult az ellen. De hát ezért szép, mert ennyi féleképpen gondolkodunk ki a múltban, ki a jelenben. Én a jelen pillanatban való kimondást, megélést, átélést sokkal fontosabbnak és sokkal nagyobb leckének érzem, mint a révedést a múltba és a kutatást a könyvtárokban. De nyilván ezt mindenki máshogy gondolja, tehát szerintem ezzel sincsen semmi baj. Na, játékosunk van, nyomtatóra pályázik, de az még nem biztos, hogy meg lesz. Ajándékcsomag viszont annál inkább, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Evelyn, hello! Én vagyok, igen. Azt írtad, hello haver csótányok ott a B oldalon. Ez nagyon jó esemény. Óven faterotokkal vagy a faterral szeretnék játszani egyet, de izibe. Ezt írtad. Így van. Eveli, honnan hívsz minket? Én Pestendlőrinc. Ó, hát akkor még földi is vagy, Jani. Földi bizony. Itt dolgozom. Mit csinálsz? Én raktárban dolgozom, csomagoló vagyok. Csomagoló vagy. Oké, Eveli, mutatjuk, mit csinálnak, figyelj. Írják. Írják a zsarátfát. És látod, egy szép régi írógépen írja. A hagyomány, múlt. Az igen. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ó, hát ez. Fú. Hát, ha mondjuk... Lehetne még egyszer? Persze. Ez egy régi dance sláger, együtt segítünk. Nem túl bonyolult szöveggel, ha jól emlékszem. Nem tudunk nagyon többet sem mutatni, mert hogy ez a dal. Igen, tulajdonképpen. Igen. Igen, azért akartam mondani, hogy ez fiatal vagyok még. Mutassunk rosszabbat, hát most. Hát egy kicsit lehetne. Az a baj, hogy ez ismétlődik még egyszer, meghallgattuk. Tehát, hogy nem. Figyelj, ez lett volna, megmutatjuk. Ezt tudtuk volna mutogatni neked. És még egyszer. Ez a Two Eye Limited, nem emlékszel erre a zenekarra? Hát nem igazán, 23 éves vagyok. Ja. Pedig micsoda sláger volt. Hát gondolom. Hát egyébként, akkor az volt. Köszi a játékot, sajnálom, szívesen adtunk volna ajándékcsomagot, viszont lehet egy nagyon szép nyomtatót, figyelj minket 10 előtt, jó? Rendben, köszönöm. Köszi, Evelyn, hello. Ciao, ciao. Tipikus az a zene, aminek a hallgatása mellett nagyon mély kapcsolatok szület. Az biztos. Kóla, gyönyörű vagy! És akkor még nem beszél a Brooklyn Bounce-ról, az megvan? Brooklyn Bounce. 3 perc, a pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 8 óra múlt pontosan 10 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, jó reggelt. Hello minden családfa kutatónak. Van egy SMS számunk 06-645-00-00. Kedves Anna, köszönöm a tegnapi nyereményt, bearanyoztad a hetem. Hát tudod? Annának köszönni. Sehát valami plusz nyereménnyel? Vagy csak... Mit ja nem, szerintem csak az van, hogy valakinek megmondta, hogy nyert. Valamit fölhívta, visszahívta, ugye? Igen. Nehogy azt jelenti, hogy seftején itt érted. Vigyázz. Nem. Csak a hagyományos egyébként teljesen standard módon járó nyereményeket is úgy adja el, mint hogyha ez valami hatalmas kegyakorlás lenne. És ha ő intézné az egészet. Szombathelyen óriási tejfélkötben gyönyörködhetünk, látótávolság 50-100 méter közötti Rágota. Gyűrújfalu és Győr között teljes út zár, 2 kamion és személygépkocsi kombó, Újfaluról földútra terelik a népet, nagy szívás, puszi nektek, Kriszta. Az M3-as autópályán Budapest felé a 142-es kilométer könél drága fotók készülnek a Facebookra, óvatosan a gázpedállal, üzeni nekünk kamionos bandi. Köszönjük szépen, és az M1-es Győrtől Pestig jól járható, csak brutál nagy köd van. Én megoldottam a családfát, tegnap vettem 15 köbméter tűzifát. Anyusom kérdezte, ki ez a sok fa, fiam, anyukát nem látja, ez a családfája. Igen. Kertcsináló írta.
Balázs az őseid 1645-ben úgy haltak meg, hogy a családi túrán a fater elvesztette az egyensúlyát, és a feje magával rántotta a kötelékben lévő család. Jó. Valamikor beszélhetnétek az alvás paralízisről, valami szakival. Sok ember szenved ebben, és jól lenne tudni, hogy lehet leküzdeni. Halálfélelmem volt. Csak hogy közben alvás kapunk azért ilyen... paralízis? Kapunk azért ilyen SMS-eket is, hogy ki mivel küzd. Na, ha már ugye Facebookos, meg internetes, meg YouTube-os videókról beszélgetünk, akkor megválasztották az októberi sztárt, egy olyan apukát, aki úgy próbálja a hisztiző gyermekét lenyugtatni, a videó tulajdonképpen bemutathatatlan, mert semmi nem történik benne, csak apuka fejhangon ordít, hogy utánozta a hisztiző gyereket, és ezzel mintegy kizökkentette a gyereket a hisztizésből. Ez nem rossz. Ez nem egy rossz technika, ezt sokan csinálják, vagy sokan kipróbáltak már. Ezzel ő egyébként az októberi... De nem utcán. Nem, lakásban. Azért meglepődnék rajta, hogyha utcán valahol előadná magát a kisgyerek, és ha a papa vagy a mama ugyanúgy levetné magát a földre, elkezdeni magát oda csapkodni. Csapkodna össze-vissza a kezével, lábaival, és üvöltene. Nem, ezt lakásban csinálja, és ő az októberi sztár, mert ugye a gyerek üvölt. A gyereket nem is nagyon mutatják, csak hallod, lehet, hogy egy pillanatra rám fordul a kamera, de inkább az apukát mutatják, aki ugyanazokat a gesztusokat, ugyanazt a hangot adja ki magából, mint a hisztiző gyermek. Amit csinál, az, hogy a gyerek úgy tudom elképzelni, hogy ül a babaszékben, ordít, és amikor a gyerek fölordít, akkor apuka ugyanúgy felordít. És ezzel próbálja kizökkenteni a gyereket. Nagyjából ennyi, nem? Nagyjából ennyi. Egy percet néztem belőle, csak apuka fejhangon ordít, nem tudtam tovább nézni. De hogy ez a hiszti, ez egy nehéz dolog. Ugye? Hogy ezt hogy kezeled, mit csinálsz vele, akinek van gyereke, az tudja, akinek nincs, az szerintem retteg tőle, hogy előbb-utóbb a végzett utolérés, vagy egy bevásárlóközpontban, van egy moziban, vagy egy előadáson, vagy egy bábszínházban a gyerekből előbújik a démon. Bizony. De akinek van, és nem volt még neki, az is retteg tőle. Én egyébként ebbe a kategóriába tartoztam. Nem volt soha? Csak nagyon ritkán, de úgy féltem tőle, mint a tűztől, hogy úristen, mi lesz akkor, hogyha egyszer eldurran az agya. Nyilván a sejjed. Igen. Csak hogy ő igazából nem hisztizett, hanem egy picit szórakoztatta saját magát, és az legalább annyira félelmetes volt, mint a hisztizett volt. De az mit jelent, hogy szórakoztatta magát? Hát, hogy gyakorlatilag kamikaze módjára ide-oda csapódott, mindent lerántott, mindennek neki ment, mindent megfogott, mindent leszedett, stb. Tehát, hogy egyszerűen kezelhetetlenné vált, mert hogy olyan kalandvágy volt benne, mint Benyovszky Móricz. Az még azért jobb, mint a hiszti, nem? Igen. Tehát, hogy az egy fokkal azért jobb. Igen, csak amikor bárhol mész egy gyerekkel, és ott kell mellett állnod, és csak rá tudod szegezni a tekintetet, mert hogyha egyetlen másodperccel is kihagysz, akkor megtörténik a tragédia. Akkor az ugrásra készen mentetek mindenhová, mi? Igen. Nagyon durva dolgok vannak egyébként hiszti címszó alatt az interneten, hogy miket találni. Ha valaki azt gondolja, hogy az ő gyerek a leghisztisebb, akkor mindjárt bejátszok egy videót. Ez egy családi videó, a gyerek ül a babaszékben hátul, az autóban, vagy a baba ülésben. És hát ez így rátör, vagy nem kapott meg valamit, vagy valami baj van. Ugye ezek a legváratlanabb pillanatokban jönnek, tehát nem is nagyon tudod kiszámítani, hogy mikor. Ne, és nem is tudod, mire kapod, ugye? Hogy mi a, tehát amikor azt mondod, hogy nem, ezt most nem vesszük meg, akkor erre jön a hiszti. Nem, azt most nem tudjuk megcsinálni arra. Tehát hogy tök mindegy, hogy mi az alap, indul a hiszti, és megállíthatatlan. Miért van az, hogy ilyenkor a gyerekes anyukák vagy apukák minél előbb túl akarnak lenni rajta, és elrángatják a gyereket a helyszínről? Tehát miért? Mert ciki. De miért? Hát, mert ez másokat zavarsz, érte nem te zavarsz a gyerek üvöltése. Mindenki néz. Szeret állni egy beállásálló központban, úgy, hogy 500 ember őt bám, hogy néz, már hülyét tette tényleg. Na, ezért sem tudták megnevelni a gyereküket. Igen. De a hiszti az nem mindig a rossz nevelés miatt van. Persze, nem? De abban a pillanatban, ahogy így végignéznek rá, azt gondolják, na tessék, és akkor egyik oda sok a másik, szerint le is kevetnek, azt hiszem, egy pofont. És veri a gyereket. Igen. Halljátok, veri a gyereket. Ő az ott. Igen, mert ilyenkor mi történik, a gyerek hisztizik, és apuka vagy anyuka egyre kínosabban érzi magát, hogy ez a dolog, ez megtörténik. Pedig szerintem, akinek van gyereke, az már pontosan tudja, hogy ez milyen. Vagy pontosan tudod, hogy te is állhatnál ott ugyanabban a helyzetben, tehát te már nem bámulod úgy őt, mint a valaki, akinek mondjuk nincs gyereke. Nem? Tehát szerintem a hisztiző gyerekek szüleivel azok éreznek együtt, akiknek van hasonló korú gyereke, nem, és szintén tudja, hogy bármikor hisztiző. Igen, csak neked valószínűleg más a módszered, mint neki, akkor már úgy nézel rá, hogy nem néz meg, ez ugyanazt csinálja, mint a gyerek. Hát ezt így nem lehet kezelni. Én ezt úgy csinálnám, érted? Akkor ettől te befeszülsz, a gyerek érzi rajtad, hogy te szülőként feszülsz, tehát még jobban fog hisztizni. Ráadásul ugye a hisztiben az a legfélelmetesebb, hogy nem tudod, hogy mikor lesz vége. És ez az, ami szörnyen frusztráltá teszi a szülőt, hogy elkezdődik valami, és ha tudnád azt, hogy fél perc múlva ezt, mintha elfújták volna, de nem.
Mert van, akinél ez hosszú percekig tart, sőt, még tovább. És amikor ráadásul egy nyilvános helyen vagy, akkor aztán hatványozott ez az érzés. Tényleg? Tudnád, hogy fél perc múlva vége, annyi, addig ott vagyok, egyedül, te elmész, kész, megnyugszik a gyerek, de nem. És sokszor addig bevásárolsz, visszajön, ott van, kész, tiszta magát, kész. És sokszor az a legdurvább, hogy a nyugtatás, amikor próbáld meg megnyugtatni a gyereket, még inkább olaj a tűzre. Még jobban elkezd, még rálak egy lapáttal, még jobban sivalkodik, még jobban üvölt. És akkor szerintem nem is szabad magát. Egyébként. Azt mondják, hogy az a legrosszabb. Az a legrosszabb, szerintem akkor nem kell megnyugtatni. Hát persze, meg érvekkel nem tud szerintem egy 2,5-3 éves vagy 4 éves gyereket, hogy érvekkel, hogy miért nem. Én ezt próbáltam meg, tehát hogy érvekkel, hogy miért fejezze be. Nem ment. Hát, szerintem ez egy utopisztikus gondolat. Abszolút, a legnagyobb. Hát, hogy... Gondold el, és ott vagy 3 évesen, éppen de nagyon-nagyon be vagy tépve, meg vagy őrülve, toporzékulsz, ráz az ideg, ráadásul nem is tudod ezt a feszültséget még leadni, mint egy felnőtt. Leveted magad a földre, úgy próbáld leadni, és közben az anyára azt mondja, hogy nyugodj meg, gyermekem. Igen. Ezt most ne csináld, majd hazamegyük ott, hisztizzél, ezt itt most hagyd abba, kis mert lányom, egyébként enyebenye. Dr. Ronsburg Jenő szerint. Tehát, hogy nagyon azt ott nem tudsz mit csinálni. Játszótérről, mert ugye be kell fejeznem az ebédet. Na most ezek nem érvek egy gyereknél, hogy neked be kell fejezned az ebédet, hogy legyen mit enni. Ez őt baromira nem érdekli, mert nem akar elmenni a játszótérről. Na így indult a sztori, és hát ez tartott jó pár percig, nem egy hisztis gyerek a Karci, de akkor az egyszer az nagyon durva volt. És tudod, valahogy azt gondolom, hogy azért adta a Jóisten, mert úgy egy nagyon-nagyon kezelhető, iszonyú jó gyereket nevelünk, de akkor meg kellett tapasztalnom. Vagy legalábbis ezt gondoljátok. Nem, ez így van. Ez így van, de én azt gondolom, hogy meg kellett tapasztalni, hogy milyen az. Mert én kicsikét úgy pislogtam mindig az emberekre, akikkel ez megtörtént, hogy na nézz oda. Na, mert egyből ítélkeztél. Na nézd meg, igen, a kis elkényeztetett kis idő, ugye? Igen, magamban. Ilyenkor kapja az ember a leckét. Megkaptam tényleg úgy igazándiból. És tudod, arra kellett vigyázni például, hogy a testi épsége a gyereknek. Mert hogy olyan helyen, ha eldobja magát, vagy olyan helyen kezd el őrjöngeni, ahol mondjuk kárt tehet magába, tehát neki kocsa mondjuk a feje egy sarokpolcnak, amikor meglököd. Akkor ez még külön veszélyes. Én azt csináltam például, hogy nekiálltam söprögetni. Elővettem egy söprűt, nekiálltam söprögetni. Már ott a bevásárlóközpontban? Nem, ez ja? Otthon. Azt nem mondom, az milyen. Végre egy használható ötlet. Mindenki orgya magával egy söprűt. Ez szenzációs. Lány gyerek, hisztizik, te meg ott a bevásárlóközpontban a söpörget. Az jó. Egyébként figyelj, le kell rántani arról a vonalról. Ez a lényege a dolognak. Ez a lényege. Elkezdtem söprögetni, örjöngött. Majd egy ilyen pár perc jött oda. Mit csinálsz? Lefekszik teljesen földulva. Karina, mondom, söprögetek, hát semmi. De miért? Mit csinálsz? Mondom, hát takarítgatok. Tök jó hozod. És akkor mondta, hogy de miért? Jézus már Isten. Már teljes izében, és mondtam, hogy azért mondom, mert kisöpröm a hisztimalótom, besöpröm a szőnyeg alá. Kisöpröd a hisztimalót? Ez van mondom benned, kisöpröm a hisztimalót. Képzeld, hogy annyira meglepődött rajta, hogy ő is szerintem ezt gondolta, hogy úristen. Igen, ha hisztimalom is, a baromság, az anyám megkattam. Igen, besöpri a hisztimalót a szőnyeg alá, utána nem normális. Ez tényleg, és látta, hogy ott megy a takarítgatás, söpröm be a szőnyeg alá a semmit, és eltereltem a figyelmét, és abba hagyta. Ő is hozta a kis söprűjét, elkezdett söprögetni, és mondta, hogy igen, érzem, hogy megy ki belőlem a hisztimanó. Egyetlen egyszer volt ilyen. Ennyi. Tehát más kell csinálni. Akármit. Na, mit csinálsz ezzel a gyerekkel? Figyeld, mutatom. Na. Figyeld a hisztit. Így hisztizik. Most már viti a kamerát. Hát figyelj, eleve nem leállítanám a kamerát. Tehát ez borzalmas, hogy ebbe a helyzetbe veszik. Tehát ne videózzon az anyja. És az anyja közben videózza. Egyre idegesebb tőle, nyilván. Na, nézd meg. Azért ez kemény. És utána ezt a szülő egyébként föltölti? Aha, igen. Tehát fölveszi a saját gyerekét, és föltölti a YouTube-ra, hogy nézzétek meg, ez az én gyerekem? Vagy ez hogy kerül föl az internetre? Hát így, Balázs. Mert hogy ez egy home videó egyébként, ez hogy a gyerek vergődik a hátsó ülésen, dobálja magát. Hát venném ki az anyuka kezéből a kamerát azonnal. Hát ez... Anya vezet? Anya vezet, igen. És még közben videózik. Igen. Gratulálok. Hát csoda, hogy ilyen a gyerek. Gyere, üljél előre. Okos vagy tényleg. Igen, az a baj, hogy ez illetve nem baj, de hogy ez tényleg csak az élik át, vagy azok tudják, hogy miről beszélünk, akinek van saját gyereke, nem? Abszolút így van. És legalább egyszer valahol lenyomott egy hisztit. De egyébként tényleg a legjobb, ha ráhagyod. Tehát elemetlen az, ami ott történik, de annál előbb van túl, szerintem. Igen.
Hát vagy mondom, el kell terelni a figyelmét, tehát elkezdesz gyökeresen más csinálni, amit addig ennyi. Igen, elkezd érdeklődni. Ha ilyen alkalomszerű, tényleg csak ritkán fordul el, de mondjuk, hogy rendszeres, akkor tényleg érdemes utána nézni, meg így tényleg felgombolítani, hogy mi lehet az egésznek az oka, mert azért számtalanok lehet, hogy van egy kis testvér, aki egy picit több figyelmet igényel, picit elveszi azt a figyelmet, azt a szeretetet, ami aztán hiányzik a nagyobb gyereknek. Papa, mama sokat dolgozik, ez is egy teljesen természetes dolog, nem tudnak eleget törődni a gyerekkel. Van az egyik Kábel TV-n egy ilyen műsor, ahol konkrétan ilyen nagyon problémás gyerekekhez mennek ki, és rengeteget lehet belőle tanulni. Igen, ezek már pszichológiai. Volt már olyan, hogy mentem haza, és hallottam, hogy bentről iszonyatosan üvölt valaki, és mondom, mi a jó, Istenben, megverem a virágot. Már megint ráfér nagyon. Azt nem, Móni is állandóan ezt nézi. Tehát, hogy rengeteget lehet belőle tanulni. Tényleg, hogy kezeld ezeket a szituációkat. Hát, ha van de a nyugalom a legfontosabb. A nyugalom a legfontosabb. Igen. Az is a legnehezebb. Mindenkinél van szerintem, tehát senki nem ússza meg egy-egyet, de az, amikor már így kórosan jelentkezik a napi kettő, vagy a napi egy is sok már, akkor ott azért a szülőnek nagyon komolyan át kell nézni saját magát, mert a hiszti ilyenfajta kialakulása, hogy állandóan az van, az egy jelzés vissza. Bizony. Csak ugye ott már annyira ideges vagy, hogy nekem te ne jelezzél! Csönd legyen! Megpróbálod ezt, amivel semmit nem érsz el. Ugyanúgy jön vissza. Ez így van. Így van. Egyébként nem értem ezeket a videókat, tehát visszatérve egy pillanatra rá, hogy például, hogyha elesik egy gyerek, ilyen videók is vannak fönn ugye a neten, hogy a jópofa kis elesések, hogy először levideózza, tehát fölveszi, és utána segít a gyerek. Nem segít, hát föláll a gyerek, hát nem vérzik, az nem. Jó, de vannak föl tud állni. Hogy miért veszi fel? Igen. Hát nem tudta, hogy elesik. De. Tehát nem azzal a szándékkal, vagy csak pont vette, nem? Aha. Nem ott tudom. Inkább az a kérdés, hogy miért teszed föl? Aranyosan fut föl? A gyerek, fölvesszük, hogy meglegyen az utókornak, hogy már nem csak járni tud, hanem futni is. Puff! Elesett! Most már megvárjuk, hogy föláll-e. Hát miért? Vérzik? Nem vérzik? Majd föláll. Hát igen, de vannak fönn azért... Nem kell azért odarohanni egy gyerekhez rögtön, hogy ja Istenem! Nem is az, de nekem ez olyan furcsa, hogy itt is veszi a hisztit, ahelyett, hogy segítene. Tehát ott is először fölveszi, annyira cuki, hát betört a kicsit a fejét, nem érdekes. Ezt fölveszük, annyira jól fog kinézni. Tehát nem tudom. Hideg víz alá kiviszi. Nem, hiba. Nem, az nem biztos. Életben nem viszed ki a strandra. Nem tudom, tehát, hogy ez igazi okot ott sem szünteted meg. Tehát, hogy ott ez egy ilyen tüneti kezelés. Abban a pillanatban nyilván a gyerek elkezdik kapkodni a levegőt, és lenyugszik. Nyilván kevesebben ismerik be, mint amennyien csinálják. Igen, csak utána a beszélgetés, az utókezelés az nagyon fontos. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy akkor igen, bevittem, jó, tessék, megint csend van, nyugalom, ez folytatódik minden úgy, mint a hiszti előtt. Ne, akkor le kell vele ülni, és akkor tényleg elbeszélgetni vele. Miért kapta, hogy mi volt, minek a következménye volt ez az egész. És akkor, ha már ő is lenyugszik, ő is el tudja mondani, hogy valójában mi váltotta ki nála. Mert egyébként egy teljesen váratlan szituáció is ki tudja váltani. Nem is az, hogy például ugye beszéltünk erről a szeretet vagy figyelem hiányról. De simán mit tudom én, a gyerekkel történik valami kis trauma. Nekünk is volt ilyen. A csalán megcsípte a virágnak a kezét is. És abban a pillanatban ugye annyira szokatlan volt az érzés számára, annyira fájt neki, annyira fura volt, nem tudtam mihez kezdeni, hogy átcsapott egy ilyen hisztis rohamba. De nem történt nagy dolog, csak éppen annyira kizökkentette a gyereket, annyira szokatlan és tényleg durva volt számára ez a dolog, hogy nem tudta másképp ezt az egészet így kezelni, ezt a szituációt, hogy megcsípi egy méh. Ti is milyen szülők vagytok a csalánosba küldik a gyerekét, érted? Miért kell nektek oda menni, hogy van csalán? Szerintem még a Jani le is vetkőztette a virágot és úgy hajtotta a csalán meg mellébe. Meghempergettem benne, meghúzattuk. Igen, de azt mondják egyébként a kicsiknél, hogy egy teljesen normális dolog, tehát hogy hagynod kell, egész egyszerűen akkora sok éri a szervezetet, hogy nem tudja máshogy levezetni. Tehát olyan, ugye te már azért, nem tudom, ökölbe szorul a kezed, vicsorogsz, kettőt összeszorítod a fogad, de hogy ezeknél a pici gyerekeknél, mondjuk 2 évesnél, 3 évesnél, olyan hirtelen erősen jön az a fajta érzelmi trauma, hogy a gyerek kvázi azt az elképesztő nagy érzelmi töltetet, ami benne van, azt így vezeti le, hogy akár ledobja magát a földre, hogy akár rukkapálózik, hogy akár odaveri a fejét. Tehát, hogy azért ez nem akkora baj, nem, szerintem. Abszolút, nem. Tehát, ha minden nap csinálja 6-szor, ha nem veszem meg neki valamit, az baj. De néha ő így vezet le, meg így megy át rajta az indulat, nem tudja kezelni. Te hagyod? Te hagyod, ha van véletlenül. Én abszolút. Igen. Szerintem én ebben hiszek. Igen. Az a jó, mert a nyugalom előbb-utóbb ő is azt látja, hogy körülte senki nem izgatott, hogy senki nem üvöltözik, hogy senki nem, hogy hívják, tépi a haját. Igen, egyrészt baromira figyeli a te reakciódat, szerintem. Tehát, hogy miközben ő hisztizik, ő azért, ha már egy kicsit nagyobb, baromira tudatosan néző, hogy te hogy reagálsz. Ha te annak figyelmet adsz, akkor ez érzi, hogy az egy eszköz a kezében.
ha nem ér el vele semmit, akkor egyrészt legközelebb már kevésbé fogja csinálni. Kettő, hogy én nem hiszek abban, hogy ott a hiszti közben te el tudsz neki mondani bármit is. Ja, semmi. Mert ő abban nincs abban a tudatállapotban, hogy megértse, hogy felfogja. Tehát akkor az a legjobb szerintem, hogy túl vagy rajta, igen, tök ciki, nyilván baromi kellemetlen, senkinek nem jó, veszik, hülye vagy. Vagy megütötted a gyereket éppen, és most azért vergődik a föld, és azért nézd, mert veri a gyerekét. Vagy lefotóznak, tudod gyorsan, hogy na, hát fel, na, hát... Egy tízesebben van. Igen, egy tízesebben van, fölnyomnak a bulvárba. Tehát a legjobb ilyenkor, hogy abszolút hagyod, hogy ez a dolog nem végig pörögjön rajta. És utána, amikor lenyugodott, és utána, amikor már teljesen tiszta, akkor dumáljuk át mi, vagy dumáltuk, most már hál' Istenem, csinálja, lekopogom, hogy ez mi volt, és ennek mi volt az oka, és hogy ne legyen ez máskor. Én azokat a szülőket nem nagyon értem, akik abban a helyzetben ott akarják elmondani, üvöltve a hisztiző gyérek fölött, hogy most éppen mit csinálsz rosszul, és mi lesz, ha nem, hogy semmi. Akkor ott, abban az adott pillanatban a gyerek annyira készen van, hogy ebből az ég egyadta világon semmit nem. Ezért nem jó módszer az sem, hogy az apuka gyakorlatilag egy az egybe ugyanazt hozza, mint a gyerek, mert mit lesz le belőle a gyermek ényével a kicsi, azt, hogy hát apunál is előfordul, ez ha nála belefér, akkor nálam is belefér, érted? Hát ez nem is semmi gond. Lesz tőle szerintem, tehát az nem jó. Akkor kell szerintem nagyon vigyázni rájuk. Én láttam ilyet, tehát hál' Istennek nem a Karina volt, hogyha a testi épsége kerül veszélybe. Tehát akkor azért ott lépni kell. Tehát akkor azért meg kell fogni. Akkor nem tudod ráhagyni a hisztit. Mert én láttam olyan gyereket konkrétan, aki úgy dobálta magát a földön olyan veszélyes helyzetben, hogy akkor föl kell emelned, és akkor rukkapál, akkor borzasztó nehéz. Akkor fizikálisan oda kell lépni hozzá. Mert különben baja lesz. Mennyire kellemetlen egy ilyen, nem? Egy étteremben, egy bevásárlóhoz, hogy mennyire romáig. Konkrétan egy bolt közepén történt, és tényleg romáig voltak fölötte. Tehát hát nem csinál semmit, nem vagy rossz szülő, nem vagy hibás, a gyerek nem elkényeztetett, de romáig. Hát nem? Mert mindenki oda, és mit lát? A problémát megoldani nem tudó szülő, és egy valószínű toporzékoló, elkényeztetettnek tűnő, őrjöngő gyerek. És akkor jön a na, tészta, na, jó, na hát, mit várjuk tőle, igen, ugye? Na hát nézd a nagy képű köcsög. Én sajnáltam ezt az anyukát nagyon. Üst telefonkönyvvel, az nem látszik. Igen, hát ez minden. Minden gyereke szülőnek ismerős, de ezen át kell menni szülőként. Gyerekként két hisztin túl vagy, utána a harmadik szinte már nem visel meg. Hát meg vannak hisztis gyerekek, akiknél ez tényleg azt mondom, hogy ahogy te mondtad, tehát akár napi, akár heti rendszeressége van, az azért szerintem fárasztó. Tehát ott azért szakemberhez kell. Az biztos, ott azt nem tudod már orvosolni. Hogyha így egyszer-kétszer előfordul, hát az természetes, próbálgatja az erejét. Határait be kell lője egy gyerek, hogy mennyit engedhet meg, mennyit nem. De ha nálad van a cirokseprő a hisztimanóval, akkor megoldodod. Simán, hát akkor legfeljebb hülyének néz, de abba hagyta. Ez a lényeg. Hát inkább legyek hülye, de legyen csönd. Nem nagyon durva SMS-ekének azt írja egy hallgató, öcsém úgy hisztizett, hogy négy kézlábra állt, és a fejét a padlóba verte annyira, hogy a szőnyeg mintázata meglátszott a homlokán. Na, az ilyenkor már meg kell fogni. Idővel szépen leszokott róla, írja Anita. Na, írjanak nekünk olyan szülők, akik ezt átélték, nyilván rengetegen vannak. Hol és mikor? Mennyi ideig tartott? Mennyire volt kellemetlen egy 1-től 5-ig tartó kellemetlen skálán. Hatos szinten égtek rommá, hogy mi történt meg, mi a jó megoldás. Jó, SMS számunk változatlan 06 745 00 fél 90 pontosan, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3-9 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt a hisztiről beszélgettünk, meg arról, hogy mit tud csinálni egy szülő. Ugye egy internetes oldalon látok, egy apuka föltöltötte, hogy hergeli a saját gyerekét. A gyerek hisztizik, apuka utánozza, és ezt gondolja ezt megoldásnak. És azt hiszi, hogy ez jó. Hát és kérdés, közügy, hogy mennyire. És közügy, ahogy az SMS falunkra nézzük, azt látjuk, hogy hát rengetegen érintettek ebben a dologban. Így van. Szennyet mennyiségű SMS. Erős ölelés, meglepődik a gyerek, és már is lehet vele beszélni, írja erre. Amíg nem volt gyerekem, volt 3 elméletem a gyerek neveléséről. Most van 3 gyerekem, és nincs egy elméletem sem. Így a Sanyi. Nővére mindig felemlegető, hogy kiskoromban egyszer addig ordítottam, hogy elájultam. Van, aki azt mondja, hogy az anyja a gyereket benyomja a hideg zuhany alá, aha, a gyerek reakciója pedig a nevetés, ugyanis vízilabdázik. Van, aki arcon önti a saját gyerekét egy pohár hideg vízzel, ebben hisz, nagyon más típusú SMS-ek jönnek, hogy ez nagyon jó, a gyerek hirtelen nem kap levegőt, meglepődik, kiesik, tehát hogy lejön a hisztiről, és meglepődik. Van egy hallgatónk is, Noémi. Hello, Noémi, jó reggel. Hello, sziasztok. Hello. Na, neked mekkora gyermek?
26 hónapos kisfiam van. Ja, hiteztem, azt mondta, 26 éves mondom. Picit talán. Még mindig hisztizik. Az már egy nagyobb baj. Két éves múlt, ugye? Igen, pontosan. Na, mit csinál? Jaj, hát ez most egy pár hete volt. A cégem, ahol dolgozok, egy nagyobb záró projektet csinált egy pláza közepén. Egy rajzpályázatot nyitottunk meg gyerekeknek, rengeteg szülő volt, elég sok kisgyerek, és hát én a munka miatt voltam ott, tudósítottam erről az eseményről, viszont a gyermekemet magammal kellett vinnem, mert éppen nem tudtam kire hagyni. És a pláza közepén az én kis drágaságom meglátott egy ilyen kis beülős pénzbedobós autót, és hiába magyaráztam neki, hogy mindjárt megyünk kis autózni, 5 perc anyának van egy kis munkája. Hát természetesen a kis autó sokkal vonzóbb volt, úgyhogy elkezdett üvölteni, de mint akik nyúznak. A következőt lehet látni azon a videón, amit egyébként ugye sokan fotóztak, videóztak, fönt is van a YouTube-on. A paravánokon kint vannak a rajzok, előtte áll rengeteg kisgyerek, boldog, mosolyú szülő, és a paraván mögül pedig, mint az Omen 2-ben valaki eszméletlen módon nyújt, de nem látszik a kisgyerek, csak az, hogy rászkódik a paraván, mert a lábával meg ugye rugdosta, a rajzok így rengenek rajta, és a paraván üvölt. Na most a főnököm mondott egy beszédet belőle, gyakorlatilag semmit nem lehetett hallani. A paraván üvölt, tehát én próbáltam ilyen kínos mosollyal valahogy úgy rendezgetni. Gondolod, de mit gondoltak a szülők? Mi, hogy ott kínzod a gyereket, vagy vered éppen? Néha így kinéztél a paraván, hogy semmi baj. Úgyhogy semmit nem lehetett belőle hallani, csak az én gyerekemet lehetett hallani, illetve a paravánt. Egyébként jókat mondtatok, jó ötleteket. Én ilyenkor megcsináltam például azt, hogy leültem mellé, akár a bevásárlóközpont közepén is, és üldögéltem mellette. Tehát végül is részt vettem az ő fájdalmában, vagy helyzetében, nem hagytam ott magára, és akkor egyszer csak abba hagyta. És én az a típusú anyuka vagyok, hogy nem érdekel, hogy hülyének néznek, úgyhogy bevállalós vagy, azért egy bevásárlóközpontban egy hiciző gyerek merély leülni törökülésbe, és nem tudom, a gólyákról kezdeni mesélni, ültem csak némán, hogyha volt nálam egy könyv vagy egy újság, akkor elkezdtem olvasni. Ő pedig ott fetrengett mellettem, és ütötte a kirakatokat a sarkával. Ez kemény. Ilyen is volt. Köszi, hogy elmondtad, Noémi, csáó! Hello! Igen, ilyenkor fontos, hogy az ember megőrizze nyugalmát. Például a főnök, aki a színpadon van elős rajzversenyről beszélek olyan, hogy hát sajnos lezártuk már a nevezési határidőt, és hát vannak, akik ezt nem veszik jó néven. Nagyon kemények semmisek ilyen vannak. A fiam babakocsiban üvöltött, miközben én a próbafülkében hallottam, hogy az eladók a szegény gyerek anyját szapulják keményen. Kellemetlen volt, meglepődtek, amikor kijöttem és gyorsan kértem ruhát. Ekkor ők jöttek zavarba. Kisebbik fiam hisztie vásárlás közben hanyat fekvés a földre, és némán plafonbámulás. Én ott hagytam, szinte sírtam a röhögéstől, majd a gyerek visítva utánam, hogy anya, csak így tovább, srácok, így a talpi. Én kiskoromban sokat hisztiztem, egyszer bemásztam egy működő sütőbe, ahol leégett a hajam. Jézusom. Volt egy másik, amikor magamra húztam a kukát, ami rám szorult, majdnem megfulladtam. Utána soha többet nem volt hiszti. Zsolti vagyok, 4-5 évesen orvosi rendelőben menekültem az orvos, anyám és az asszisztens elől. A vizsgálóágy melletti szék alatt találtak meg, amikor anyám beígérte a matchboxot, soha nem randalíroztam, vártam a szurit. Hát igen, itt jön képbe a gyerek megvesztegetése, ugye, ami a legrosszabb. Igen, ez is rossz módszer. Rettetesen rossz módszer, mert az adott hisztit ugye megúszod, de a gyerek onnantól kezdve eszközként használja ellened, mert elit rájön, hogy az akaratát eléri, ha hisztizik. És ugye a pillanatnyi hiszti gyorsan megúszod, valamit a kezébe nyomsz, csoki aljárni, matchbox valami, de a gyerek az abban a pillanatban tudja, hogy oké, megvagy, nem? Így. Oké, megvagy, ha ezzel elértem, akkor ezzel érem el legközelebb. És onnantól kezdve... És csokit akarok enni, mert igen, gyerek vagyok. Hiszti egy elő ajándék. Igen. Itt a hosszabb, kellemetlenebb, rögösebb út a kifizetődőbb hosszú távon. Gyors kompromisszum, gyors megoldás az a végzet. A kislányom hiszti módszer a folyamatos sikítás. Ha hiszti közben kézen fogjuk is elindulunk, úgy néz ránk, mint aki gyereket lop. Nem az én szüleim. Egyébként tényleg, ez is egy tipikus reakció, nem is közövik a gyerek. Vajon honnan? Elnézést, hol viszik azt a gyereket? Bocsánat, miköze hozzá a miénk? Igen, az a gáz, ha leköp, és ököllel ver a 3 éves fiam. Boldog családban, nyugodt környezetben neveljük. Csak a szülőkkel ilyen, egyébként egy angyal. Hát igen, ez a boldog családban, nyugodt környezetben, ez ugye mindig meg kell kérdezni a gyereket, hogy ő hogy reflektál a környezetére, ugye? Mert ez is érdekes, hogy te boldog, kiegyensúlyozott családnak
gondolsz, közben a gyerek a rezgésekből, a két szülő közötti ki nem mondott metakommunikációs kapcsolatból, az érzelmek megnyilvánulásából, kinyilvánításából mit vesz le? Azt gondolod, hogy nincs veszekedés, minden rendben van. Gyerek a gyerek közben iszonyatosan leveszi azt, hogy mi van a két szülő között, vagy éppen mi nincs, ugye? Hogy milyen ki nem mondott feszültségek vannak a háttérben. A gyerek viszont levesz. Tehát érdemes azért ezt megnézni. Én nagyon támogatom egyébként, hogy pszichológushoz menjen a gyerek. Szerintem ez egy nagyon jó dolog. Minden vacakért nem kell. Oda nem, de nagyon hasznos dolgokat tud mondani. És kicsit egy hülye beidegződés, ja. Hogyha Magyarországon kimondott, hogy a gyereket pszichológushoz jött odakar egyből. Azért na, mondod, hogy hülye vagy. Közben egyébként jó dolgokat miért tud mondani. És a legfontosabb, hogy a szülőnek is jó dolgokat. Mert hogy ezek a dolgok ugye azért abban mind megegyezhetünk, hogy ez a hiszti tárgykör is apuból meg anyuból ered nagy részt, ugye? Csak abból. Tehát csak abból, és a pszichológus... Szinte nyilván van egy alapszemélyiség a gyereknek, igen. De 80%-ban szerintem reflektál a saját környezetére. A pszichológus pont ezt fogja megmondani neked, mert ő nem fog majd szépeket mondani, meg hogy a párodnak nem mondott, hogy szerintem rosszul csináljuk, a pszichológus az elviszed a gyereket, és azt mondja, hogy apu, anyu, üljenek le, akkor mondanám. Így van. Egy jó pszichológus azzal kezdi, hogy az első órára el se hozd a gyereket. Titeket akar látni. Menjed. És akkor utána jön a gyerek. Tehát a harmadik óránál kerül ki be egyáltalán a gyerek, mire az megmondja, hogy veletek mi a baj. Utána meg csak a gyerek maradjon, ott ti menjetek el. Igen. És ez egyébként egy nagyon-nagyon jó módszer, mert ugye a gyerek sokkal jobban megnyíri, hogy a harmadik embernek, mert általában az okok azok tényleg, ahogy mondta Feri, és az ember szüleiben eredeztethetők. Igen, párom tegnap beszélt rá a gyerekvállalásra, most mondom vissza a projektet, így egy hallgatom. Az én lányom 3 lesz januárban, 1 éve segített az arcmosás, de most már jobban rákezd, ami nagyon kikészít az éjszakai hiszti, amivel nem tudok mit csinálni. Az én fiam 4 éve soha nem hisztizik ilyen helyen, ha valami kell, neki megkérdezi, megvesszük? Mondom nem, és visszateszi, ilyen is van Evelyn, írta nekünk. Ez is jó, nem? Csak ritkább. Megveszi, nem, visszateszi, és megy tovább, ez is jó. A gyermeknek megfelelő megoldást kell megtanítani. Ez a szülő múlik. Fegyelmezés, simogatás, ami kell, ez persze időbe telik. A mi fiunk kórházba került, rájött a dili, lefejelte a zöld kórházi csempét, mire az ketté tört. A fiamnak semmi baj, azt hittem szuper képességekkel rendelkezik. Meg kell várni, amíg elmúlik ez a korszak. Sok szeretet kell hozzá, írja egy hallgató, igen. Zoltán lelkész küldte ezt nekünk egyébként. Azért ez egy szép hozzáállás. Amikor kicsi voltam, lefeküdtem a földre, úgy hisztiztem, egyszer, amikor este jártam, anyukám is mellén feküdt hisztizni. Ránéztem, és soha többet nem hisztiztem. Hát, lehet, hogy akkor ez is bejön. Ez bevállalós. Amit az apuka csinált. Jó, mondjuk a bevásárlóközpont közepén. Én a kis nettó 115-tel ott henteregnék. Azért szerintem az igazán jó arcot a szülő, aki ezt megcsinálja, nem? Többen fotóznának téged, mint a gyereket. Igen. Bemész, mint egy interspárba, lefekszel a gyerek mellé, és ízít. Elég bevállalósnak kell lenni. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Már itt is van. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, Gabi, jó reggel! Sziasztok! Hello, sziasztok! Jaj, de jó, hogy tudok veletek beszélni. Évek óta hallgatlak titeket, imádlak titeket. Köszönöm. Nagyon jó. Nagyon imádom. Mióta próbálkozol, Gabi? Fú, igazából ez az első próbálkozásom. Tényleg? És bejött. Mindig hallgatlak, mindig azt, hogy na most. És akkor mindig féltem, de most tényleg rápróbáltam. Hallgatlak titeket itt a hisztiről, nagyon jó példáim lennének nekem is. Van gyermek? Van, igen, de hát az lányom már nagy, az 14 éves, de hát valami iszonyatos hiszt is volt kiskorában. Mit csinált? Hú, mit is csinált? Hát ő olyanokat például, hogy édesanyámmal bementünk vásárolni, és azt mondta, hogy addig ő a leányjal megvásárol, amíg én bemegyek a városba, és az automatából vegyek le pénzt. Hát ugye már én nagyon gyors voltam, vártam őket sehol, senki, hát mondom, bemegyek. Hol vannak ők? A pörgön átmentek, és onnan a lányom rájött, hogy az anyu nincs, ő ugye leült, 2,5-3 éves lehetett, betette a kis lábát a raklap alá, és onnan sehol nem mozdult, míg az anyu nem jön. Akkor már könyörgött neki mindenki, az eladók, ott a vásárlók, anyu, piros volt már nem tudta mit csinálni, így könyörgött, úgy könyörgött. Na hát mire én is bementem, hát akkor szegényem ugye már kicsit úgy megnyugodott, de nekem is kellett azt mondani, na most már itt az anyu, akkor menjünk. Hát ez még annyira nem is durva egyébként. Azt hittem, például, hogyha hogy vendégek jöttek, miért is ne, akkor kezdett hisztizni, mert ő nem kapta meg a nagy kést, ami ugye 2,5-3 éves volt. De miért nem? Hát nem is értem. Hát ugye mindig azt kért meg, amit nem. És akkor én ugye vendégek előtt szépen kiszánt egy csütősz a szobába, becsuklak, és akkor sírt ki magad a szőnyegen. Hát ő 10 perc, 20 perc, 30 perc üvöltött. Meg kitartó gyerek. Hangja, igen. És 40 percre én, mint szülő, hunyászkodtam meg, hogy gyerek is lányom, mert már nincs hangod.
Tehát ugye ezt se kellett volna, de 40 perc után már kibírjam, hogy a gyerek üvölt a szobából. Mit mondanak a vendégek? Igen. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Szerintem vihető az első. Már hogy az első kérdés? Az első kérdés. Az még oké. Okay. Ajjaj. Szerintem állj meg. Igen, szerintem kapaszkodj. Így szól az első kérdés, dedikált nyakba akasztója. Hány új perc van egy emberi készfejen? 14. 14, így van. Szép volt. Nagyon jó. És a második hány új perc van két emberi készfejen? Mehetünk tovább? 28. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált egérrel átértő. Melyik európai főváros folyója Moldva? Drága? Igen. Úgy vagy. Jaj, de jó. Séróból mondtad, vagy hasít a net? Nincs közel, de egyedül vagyok. Jól van. Mi legyen? Próbáljuk meg a harmadikat is. Dedikált bögrért így szól a harmadik kérdés. Melyik magyar származású atomfizikus nevezték a hidrogénbomba atyának? Húha! Ja. Ez meg kicsit húzósabb. Ugye? Hogy meg kellett volna állni? Látod? Látod, látod? Nem tudom, valami kis segítség? Hát ez nehéz. A kicsi segítségét mások. Ja, akkor már nem. Semmi? Nem tudom, fogalmam. Tellerede lett volna. Basszus. Bezony. Mész anyám? Na, bumozz egyet, hátha. Jó. Bár egy finom hangolás ráférne a szoftverünkbe, mert nem... Tegnap piszkáltuk délután. Igen? Persze, Janival bejöttünk, és kicsit utána állítottunk. Tényleg? Így van. De jó, milyen jó. Komolyan volt egy kis hangolás? Igen. Lefrissítettem, és írta is, hogy egyébként sikeres kiírta, hogy erről. Tényleg? Menj egy fél óra, vagy menj egy óra? Egy órácskát, mert utána ugye volt a frissítés az errorral, akkor ugye újra kellett indítani, és utána próbáltuk meg azt, hogy én kimentem a stúdió elé telefonnal, a Jani és rákötött, és akkor ha az van, hogy nagyon üvöltesz, tehát nagyon kemény bumot nyomsz, akkor egészen rendes. Hát ezt nem hiszem el. Na nézzük meg! 15-öt lenyomtunk, és abból 9-et adott. Én bírom, hogy ti délután bejöttök, és ilyen szoftver dolgokkal fogal. Ez nagyon, hát, ez az alázat, ez tanítani való. Tudod, értünk hozzá úgy tudom, nagy bum szoftveresek vagytok. Gabi, elindítjuk az ajándékcsomagokat, jó? Jó, oké. Hallottad, miről beszéltünk? Ajándékcsomagokat. Hát ott fönt az ajándékcsomagokat. Ja, igen. Hallottad, miről beszéltünk? Igen. Hogy hangos boomot kell, azt mondták a tegnapi próba után. Csöngettek hozzád, Gabi? Igen. Ki az? Közvetíts. Jó, csak cserélik itt a boxot a tévéhez, és kis boxot cserélik. Jó, engedd be azért. Közben bumbozzál, jó? Figyelj, indul az ajándékcsomag, vagy indulnak, tiki-taki. Bum! Hát ez... Arról beszéltünk. Hát mondtuk, hogy nagyon nagyot kell. Nem baj. Nálatok? Nem. Sajnos semmi. Hiába fújtuk le róla a port. Nem ad. Ez is nagyon jó, így beszéltem veletek. Nagyon jó, szuper. Köszi, Gabi, puszi. Köszi szépen, sziasztok. Hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Nem hitt benne igazán. Nem. Ugye? Nem. Ezt magyaráztam, ezért mondom, hogy 15-öt csináltunk, direkt játszottunk a hanga, hogy erős, nagy, finoman, ha semmi nagyon oda tetted, akkor az 9 jó volt. 3 perc múlva 9 óra, Kassa TV-vel folytatjuk a hírek után. 4:10 lesz pontosan 3 perc múlva, jó reggelt mindenkinek. Árpád hírra feljutni, a Holdnál is nagyobb kihívás G küldte nekünk. Komárom öreg út és az M1-es felé vezető úton szintén nagy köd van, vigyázzon mindenki, ezt Gyuri üzente nekünk. M3-as Budapest felé sűrű köd 60-nál, ott is nagyon nehéz a látás, Bümci küldte nekünk. Valamint szintén az M3-as jobb oldalán a 98-es és a 99-es kilométer között egy őz rohangál a kerítésen belül. Mindenki menjen lassan. Hevesen a köd mögött elbújva mérik a Jászapátiba tartók segítségét, üzente Carlos. Valamint az M6-os 42-es kilométerénél a Jolz már szokott módon Pécs felé elbújva fotóznak. Mindenki menjen lassan. Budapest-Vác szobvonalon a vonatok megbízhatóan és halálpontosan késnek. Ezt Fecó írta nekünk, de csak a MÁV védelmébe, persze nem akarom őket nagyon védeni, meg talán azt hiszem, hogy nincs is nagyon miért, de hogy ma reggel jött egy olyan SMS, hát nem biztos, hogy megtalálom, hogy
pontosak voltak a vonatok. 1-4 perc. Így van. Jézus. A Veresegyház Vác vonalon a MÁV befejezetté nyilvánította a lombhullás, tegnap 1, ma reggel csak 5 percet késett a vonat. Tehát, hogy azért mi mondjuk a jót is, ha jó történik, ez mindenféleképpen örömteli, és korrekt, így van. Simán, ez elviselhető. Ez elviselhető. 5 perc késés, már jófajta nem is késés. Mit csinál most a prügyi dúó szerintetek? Hát, de most 9-14. De mi van, ha nincsenek iskolában? Óra. Igen, már a második órára mennek neki? Óra. Így van. Egész biztos? 3-4-9-ig van az első óra, 8-tól akkor van egy kis szünet, és 55-kor. Meg most ülnek a padban, és tanulnak? Helyes, nem tanulnak, nem tanulnak, hanem stikába eszik a kibontott szendvicset a padból. Kicsit mindig, még valamelyik kicsit jobbra lehajol. Igen. Van egy ilyen prügyi dúó szendvics? Biztos. Hát ez mennyire klasszik volt nál, nem? Kezdte, ilyenkor 9 óra tájban én már mindig kezdtem megéhezni, ez nálam ugye nem változott azóta se semmit, és akkor így elkezdtem így elővenni, és így szépen halkan csöndben kibontani a padban, hát és mindig így falatocskákat. Igen. Na, hát bocsánat, hogy én is. Órát zabálni az egyik legnagyobb lázadás volt, amit elkövethetél a gimnáziumban, nem? Amikor ugye hát nem tudtál semmit sem, nem? De ha már kicsit etted, már azt érezted, hogy lázadsz, nem? Az volt. Alufóliába csomagolt szendvicset lassan bontani. Persze, finoman, lassú mozdulatokkal, persze. Szóval arra gondolsz, hogy a prügyi dúó most éppen ezt csinálja? Biztos. Tanul, de közben eszik? Így van, falatozgatnak, tolják be a kis katonákat. Helyes. És alibiből fizika órán vannak. Valójában pedig az étkezésről szól az egész. Én szorítok nekik. Szerintem nekik még valahol lesz egy nagy comebackjük. Valahol ők még egyszer, mint prügyi dúó megjelennek. Egy emberre számítottak, és ezt te vagy. Ha kell, én megkívom őket. Jöjjön el a prügyi dúó, csináljon valamit. Hosszú és sikeres pályafutás áll még előttük. Ők mit csináltak abban a műsorban? Zenéltek. Hát, már egy csillag születik oda, hogy mit csináltak. Zongora ének. A klasszikus lakodalmas felállás. Igen? Lakodalmas hakni felállás, így van. Énekes, zongorista. De lehet még voltak. Esetleg egy nyakbalkasztós kamu, hogy hívják, a kamu ilyen gitárszerű, billentyűs hangszer is, ami nincsen bekötve sehova. De egyébként tényleg helyesek voltak. Új weblapunk van. www.morningshow.hu, zajlik a fotópályázat, 50.000 forint cash a győztesé majd. Most jelen pillanatban a reggeli arcokat kell elküldeni, vagy lefotózni valakit, aki nem akarja és úgy elküldeni, persze nyilván, ha aztán belemegy, vagy magatokat, az a lényeg, hogy az ébredés utáni pillanatokat várjuk. Már a fotópályázat. Már csomó minden van fönt, a fotópályázatra meg lehet nézni a honlapunkon, hova kell elküldeni, hogy lehet feltölteni, rengeteg jó arc. Van már idősebbek, fiatalok, gyerekek, mindenki fotóz mindenkit. De már van fönt egyébként ébredező kutyus, bobiskoló, cica és egy erdélyi templomnak a kép, és azt nem értem. Hát, igen, ébredés utáni pillanat. Úgyhogy zajlik a fotópályázat, ma a british playbackes, nagyon rossz hangon éneklő britit is vissza tudjátok nézni. Fotók is vannak, archívanyagok, úgyhogy tényleg érdemes böngészni az új honlapot, mert nagyon klassz. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Minden kedden a Hungária és az Üllői sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagymestere, Ragazzi Feli. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán, Vadon Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint Tibi for President! Tibi! 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 Kakassa Tibi, kakassa Tibi, ma. Tibi a házban. Így van. Olyan sztorim van. Tibi in the house, igen. Most beindítom a lelketeket, most a bal melbimbótok üvegvágóvá fog alakulni. Van egy nagyon jó sztorim. Étteremben voltam barátaimmal, és oda jött hozzám egy forma. Ez önmagában egy osztás. Gondolom, hogy már önmagában megállítása, vagy megállása sarkalnék. Megint egy előre mondatnál. Micsoda? Hihetetlen egyszemélyes azt mondtam. Szemétládák. Voltunk egy étteremben, és egy forma ült, egy angol társaság ült egész pontosan mellettünk lévő asztalnál, és egyszer csak a beszélgetés adott pontján a srác fölállt, az egyik forma, és oda jött hozzám, és azt mondta, angolul egyébként, az egész csapat angol volt, hogy egy pár hete van Magyarországon, és nem sokára mennek el, mint később kiderült egyébként divatfotós a srác, és hallotta a beszélgetést, és fölismerte a hangomat, és azt mondta, hogy az elmúlt pár hétben, amit itt van, folyamatosan hallgatja a Morning Show-t, és hogy imádja. És
csodol, de nem beszélsz magyarul. Hát mondom, mit imádsz rajta, vagy mondom, mit értesz belőle. Azt mondja, hogy nem igazából érti, hogy miről van szó, csak néhány szót ért belőle, de a hangulata meg az egész annyira átjön neki, hogy ezért hallgatja. Tehát, hogy nem érti igazából, miről van szó, csak pár szót, de a feeling. De és ezért 9-et is? Micsoda? A kett 9-et is? Nem, csak rám nézett, azt mondta, hogy nem, annyira benne volt az érzés, hogy mondta, valakinek el akarja mondani, és találom Rodét hozzá. És a hang alapján megismerte, hogy te valószínű az vagy, akit ő ugye nem érdekeddenként te beszélsz? Így van, oda. De jó. Abszolút, és mondta, hogy imádja a műsort, hallgatja, egyébként szerintem már nincs is itt, tehát most szerintem vissza is mentek. Egy angol divatfotós volt, mert pont teljesen véletlenül Facebookon találtam, hogy valaki rakta, hogy itt van. Ez azért durva, mert mi dolgoztunk egy olyan rádióban, ahol olasz volt egy a vezérigazgató, ez volt a rádió DJ. Egy nagyon jó rádiós volt, egy nagyon nagy szakember volt, Massimo Oldaninak hívják, ő Olaszországban egyébként egy kiváló rádió szakember, meg nagyon nagy presztízse is van. Marcello Mastroianitól tanult minden. Egy szót nem értett a rádiózásból, egy szót nem értett a műsorból, de mindig egészen precízen el tudta mondani. Mi volt a hiba, mi volt a nem jó, hol volt egy megszólalás vége, és így ültem, egy szinkrontolmács így fordított, és nem hittem el. És hangsúlyok, nevetések, komoly hangvételű beszélgetések után egészen pontosan megmondta. És azt mondta, hogy bejött reggel, egy mondatot belagatott, és tudta, hogy ez egy jó műsor, vagy nem jó műsor. Döbbenet volt. A Pali egy mondatot nem beszélt. És nekem ez egyébként tud lenne egy kiskapu, tehát abban a pillanatban, amikor a témák kezdenek kifulladni, és csak nagyon vidáman és pörgősen mondani, és akkor a külföldieket még mindig tudom tartani. A magyarokat elveszítem ugyan, de... Igen, a 99%-ot bukjuk ezzel, de elveszted. Ja, igen. Viszont igen, a magyarokat. Néztetek már olyan országban, ahol nagyon nagy, mondjuk Ázsiában próbáltok filmet nézni felirat nélkül, vagy minden nélkül egy kis ráhangolódni, hogy mi lehet a szöveg, mi lehet a történés? Imádom őket. Nézed? Persze, persze. Jó a hangulata, ha nagyon pörög, nagyon mondják, nem fogalmad nincs, hogy miről van szó. Na, de hogy van különbség adás és adás között. Hoztam nektek egy kis tesztet, jó? Olyan filmrészletek jönnek, amit egészen biztosan ismertek mindannyian. Három nagy mondat három filmből. Ha kitaláljátok, akkor nagy királyok vagytok. Próbáltam olyan nyelvre állítani, Blu-ray-en, ott vannak egészen vállalhatatlan nyelvek is. Nyilván általában DVD-n csak angol-magyar van, de itt vannak másfajták is. A hármastól induljunk már felé, vagy jó, induljunk az egyestől. Nem, már megcsináltam. Már figyelj, mit kérsz, hármas. Tesó. Indulunk akkor, az ennek, hogy mindegyiket ismeritek, gyertek rá a hangvételből, a feelingből, hogy vajon ez melyik filmrészlet. Lehet rajta tanakodni, nézzük. Цыпленок, Макфлай! Никто не смеет называть меня. Hát ez visszajövőbe. Engem senki nem szólíthat Nyuszinak. Nyuszi vagy McFly. Leginkább a McFly igen. Volt. Nyuszi vagy McFly. Még a Nyusz hiányzott volna. Nyusz. Jó, de akkor ez meg benne volt a McFly. Ez egy könnyű volt, ez egy bemelegítő volt. Akkor jöjjön most az egyes. Színezem, mert tudom, hogy az lehet, hogy most nehezebb lesz. Na, de... mutasd. Mon eindig fer, nagy mondat, rajzfilm, ennyit segítek. Mutasd még egyszer. Nagyon nagy mondat rajzfilmből. Nagyon nagy mondat rajzfilmből. Mon eindig fer, edzeni! Passz. Lupagágyi, vagy mi lehet ez? Nem. Nem? Az utána a figura repülni fog. Jaj, Buzz Lightyear. Így van, és a mondat pedig úgy szól. Toy Story, vagy mi ez? A végtelenben is tovább. A végtelenben is tovább, ez a Toy Story, nem? Persze, Benny imádja. Így van, és akkor jön az utolsó, ezt mindannyian ismeritek, és ez az, hogy olyan nyelven is van, hogy szerintem ebből meg lesz az áthallás, de hát jöjjön, ettől nagyon mondat nincsen. Jó, Darth Vader. Én vagyok az apád. Luke, én vagyok az apád, persze. Már az atmoszférából mondtam, persze. Luke, én vagyok az apád. Tehát magyarul nem kell szinkronizálni, simán nézhetnénk így a filmeket. Jó, nem minden filmet, mert azért érted, hogy egy ilyen cseh vonatkozásban megnézni, hogy amikor volt egyszer egy vadnyugat, az a plaplisek harmoniki. Tehát, hogy érted, és nyomasztó lenne. Nem lehet végignézni rögés nélkül. De nyilván ők ugyanígy rögnek rajtunk. Abszolút, de nem a szinkronizálatlan filmek azok, amik ma reggel bökik a csőrömet. Ami böki a csőrömet? Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet? Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet? Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Rögtön egy kérdéssel kell, hogy nyissak. Akartok-e gazdagok lenni? Szerintem mindenki, nem? Igen. Újra felteszem a kérdést. Akarunk! Akartok gazdagok lenni? Akarunk.
Jani, te nem nyilatkoztál. Akarom. De most megint olyan ötleted van, mint a múltkori. Figyelj, újra gazdaggá tudna tenni benneteket. Na. Akkor most mi van? Tehát, hogyha ennyi a know-how, akkor egy 20%-ot egy 20%-ot megtartatunk az ötletért magunknak, és akkor 5-5-5 vagy 50-50 beadjuk, ha valaki megcsinálja. Ja, mint a Hungária körútas dolog. Ez, vagy várjál. 50-50, tiéd a know-how, de ha 50-nel, ha ő beszáll, akkor egy 50. Jó, sok azt is szétdobjuk. Akkor mondjuk nekem egy 20-as, nektek akkor egy 10-es, és akkor mindenki jól jár bele, jó? Mondhatom? Mondhatod. Nem, az a baj egyébként, hogy úgy beszélsz, mint egy török pénzváltó. Tehát, hogy először le kell lassítani, mert biztos, hogy átversz. Tehát az, amit te most itt leosztottál nekünk, ez az biztos valami, nem tudja lehúzni. Azt nem stimmelhet. Jó, a lényeg az, hogy most egy böki a csörömből jött a nagy találmány, utána majd eldöntök, hogy megadjátok-e vagy sem. Rendelsz egy pohár szénsavas üdítőitalt, kihozzák, benne van a szívószál. Leteszik az asztalra. Mi fog történni? Fogyasztok. Nem. A szénsav kilöki a szívószálat. Hát nem próbáltatok még azt, hogy a rohadmányos szívószálat a szénsav, amik egy kólából fogja, az kinyomja, és az asztalról tesz. Aha. Beleszívsz, és akkor benne marad. Mi? Mert ja, akkor igen. Tehát a tele pohárban nem lehet, gyakorlatilag erőszakkal lehet csak benne tartani a szívószálat. Igen? Ez az emberiség egy nagy-nagy problémája. Igen. És a mód... Nem érted a pénzszagát, mi? Én nem szoktam pánikba esni, én beleszívok. Várom, hol fogunk meggazdagodni. Ezt a pillanatot várom. Hát most mondom neked, kérlek szépen, a Morning Show szívószál. Igen. A kasza szívószál, az új standard, az olyan lesz, hogy... Ami egy kályhacső vastagságú elem. És le van súlyozva alul. Igen, tulajdonképpen egy eresz. Egy csomogó. Igen. Egy vízelvezető cső. A megoldás pofon egyszerű nyilván, de erre még senki nem gondolt, hogy az egyik végét szépen súlyozzuk a Morning Show szívószálnak, és ez le fog szépen merülni, és nem fog maradni. Nem kell erőszakkal a szénsavas üdítőitalban tartani. Én azt gondolom, hogy pofon egyszerű. Ez a csávó. Pofon gyerekek, kiértek a bizniszbe, nem investálok, jó? Ebből? Gyerekem! Azt gondolom, hogy több pénzünk marad, tehát a Balázs kiszállt ebből a szabályból. Én tesztelem szívesen. Nem, hagyja, hogy mi érvényesüljük, látod? Ez a ti terepetek. Így van. Most azt mondjátok, hogy nem, ez a szabadalom fog minket gazdaggá tenni. De ez azt jelenti, hogy egyébként, amikor kilöki, ezt téged idegesít, és felhúzod magad, és örjön le újra. Igaza van egyébként, azt kell mondjam, ott elteszik eléd, jön fel a szívószer, és meg tök veszélyes, hajó, ezt le, szemendősz. Bukott az asztalra. Nem tudom, nekem egészen. 25-25. Annyira más az inger küszöbünk, hogy az valami 25-25%. Ez még sose volt ilyen jó. 30-20. Én azt gondolom, hogy ebben még a jövő héten még jobb lehet. Tied az egész? Én úgy érzem, hogy nekem is háttérbe kell vonulnom. Én azt gondolom, hogy Ferinek tényleg egy közös bizniszt kell csinálni itt a popszakmai Jedlik ányosával, a hatalmas feltalálóval. Igen. Gyerekek, igen, ha ezt hagyom. Nem látta megvillanni itt a... Nem érzed ebben a lóvét? Dollárjel, nem. Csak a Feri harapott rá erre. Mondom, hogy ez ugyanolyan, mint a cipőfűző végén a kis műanyag. Azon is nevettél volna. Azon is rögtél volna annak idején. De nem, maga az ötletem rossz, egész egyszerűen nem idegesít, ha kijön. Tehát abba tudnék investálni, amiről azt gondolom, hogy engem is zavar, tehát valószínű mást, és azt, hogy kijön, hát meg fogom visszarakom, majd leiszom belőle. De nem, ez egy gigászi harc, érted? Tehát a rohadt szénsav egyfolytában ellene dolgozik. Tehát ez egy pár harc kóla és ember közt. Így ám menteset. Jó, mentes kólát. Meg esetleg ilyen szóba jöhető alternatívaként például a pohárból ivás. Nem győztél meg. Egyébként Tibi, pont te tényleg miért bosszantod magad szívószállal? Hogyha valakivel kiszúrás, megdobd ki így a pohárból. Hagyd a francba szívószállat. Értem, mire akarsz kiukadni, Balázs. Így van, neked úgyis csak arra kell a szívószállat. Ha csöndben maradsz, ne fejezd be. Hogy ne legyen a rabda nyelve. Egyfajta szájpecekként apostrofálnálod a szívószállat. Jó, Balázs, hozd meg az ítéletet. Szeretem azt, hogyha te ítélkezel maga a böki a csőröm témakörben. Az ítélet? Egyes szintű, abszolút indokolatlan csörbökés. Ma egy kicsit korábban elmehetsz, holnap már nem kell jönnöd. Ez a zseniális ötletette leegyesesztem. Ez sajnos le. A Hungária körútot nagyon szerettem, azonnal adtam. Az jó volt. Tehát a mobil dugó, nem tudom, meggazdagodás nagyon jó volt. Ezt nem tudtam. Ebből ki kell, hogy maradjak. Nézd a jó oldalát. Miért a biznyák? Hát ez csak kettőnk. Én nem veheti el tőlünk senki a Morning Show kasza szívószál pecek nehezéket. Félek, hogy nem is akarja. De ha most valaki megcsinálja, és most a hiperek tele lesznek vele,
elmondom, hogy akkor bejövök, és csak akkor nem tudom. Na akkor gyerekek, csak jelszét között. A Csányi, akkor, a Csányi meg a Demián már látja magát letaszítva, hogy a 100 leggazdagabb a jövőre úgy benne lesztek, hogy a gatyát sehol nem lesz hozzátok képes. Már a szabadalmi hivatalnak az aulájában egymást folytogatják. A gatyán, a Demián és a Csányi már nagyon birkózik, hogy ki legyen az ötlet. Nincs előttetek Kassa Tibor a szívószál milliárdos? A szívószál alakú villámban, ahogy ülök, és szívószál alakú medencében fürdőzök? A szívószál alakú jacuzzimban? Nincs. Jó, figyeljetek, én nem mondom, nem erőltetem, hogyha ebben nem hisztek, akkor engedjük el a dolgot, de nem azért húztam az időt ezzel a tartalmas dologgal, mondom neked, János. Mert nincsen valami igazán magvas és tartalmas dolog ma is a tarsajomban. Pedig mi, én, ő, illetve ő is, már azt hittük, hogy nincs. De van! Egyébként én is hoztam nektek valamit ma. Komolyan? De, persze. Jó, akkor kezdte. Tegnap találtam fönt a neten egy nagyon érdekes... Nem csak... Hát, ha megmentek egy témát neki a jövő étre. Ja, nem az, csak ez most... Rohadt jól van. Jó. Nincs összebeszélés. Ja, jó. Ja, ez jó. Csak meglepetés, de kellemes meglepetés. Jó. Lenne. Tajad. Tegnap olvastam, gyorsan le tudjuk zavarni egyébként a dolgot, főleg, hogyha nem tetszik. Találtam egy angol nyelvű mondókát, és hát ha mondókáról van szó, meg nyelvi kihívásokról, hát ki más jutna az eszembe, mint a Fibi. Angol nyelvű mondókáról van szó, és mind a ketten jó beszéltek angolul, én tök szívesen csinálnék, vagy végighallgatnék egy ilyen kis tesztet veletek, hogy mondjátok el ezt az angol nyelvű mondókát. Nem mondom, hogy megleptél, vagy nem leptél. Engem meg, is. Ez most micsoda? Ez most egy angol nyelvű mondóka? Aha. Angol mondóka, el kell mondjátok, és akkor a nép majd dönt, hogy Balázs vagy Tibor. Szerintem elég mókás dologról van szó. Magyarul így hangzik. 3 nemileg átváltoztatott boszorkány 3 szvacsóra gombját nézi. Melyik nemileg átváltoztatott boszorkány nézi? Melyik szvacsóra gombját nézi? Mivel tele van ez... Mivel tele van ez betűvel, te szemét látok. Kösz, hogy átadtad. Tibor, parancsolj akkor, kérlek. Hát figyelj, elindulok rajta, és már értem, hogy miért hoztad te szemét. Az angol polmári. A nemileg átváltoztatott boszorkány, már most nagyon szeretem. Nyomom, hozom, jó? De most velem vagytok, ugye nem ellenem éppen. Ugye? De most abszolút, erre nem stúszom, annyira veled most vagyok. Most jó, nyomatom, figyelj. Three sweet switches, watch, three swatch, watch switches, which switched, which watch, which swatch, watch, switch. Balázs? Fantasztikus volt, várjál, van még egy. 3 svájci boszorkány ribanc. Gyerekek. Már ezt még told el. Kik nemileg átváltoztatták, kik várjál, nemileg átváltoztatottak... Te magyarul én... 3 svájci boszorkány ribanc, kik nemileg átváltoztatottak, szeretnének lenni. Svájci svac óragombokat nézegetnek. Melyik svájci boszi ribanc, mely nemileg át szeretné változni, mely svájci svac óragombját nézi. Imádom a költészetet. Ez egy gyönyörű. A legalsó. Nyomatom. Most éppen megint velem vagytok, ugye? De igen, abszolút, maximális. Csapatom. Three switch witch bitches which wish to be switch switch bitches wish to watch three Swiss swatch watch switches which wish which witch which wish bitch. Nem lehet elmondani. Szenzációs. Ez honnan ezt a rújjal lányom? Három boszorkák. Igen, és már fejből tolja, ma felel belőle. Honnan hoztad az erkölcs tanóráról? Kutyafáját. Mik történnek az iskolában? Na, hát ehhez képest a témám eltört bőd, azért most se csapassuk meg. Találtam valamit nektek a neten, ami szerintem érdekes lehet, egy kicsit egymás ellen tudlak benneteket hangolni, és ezt mindig szeretem, mert az mindig jól áll nektek. Van egy kutatás, ami szerint az, hogy hogyan hagyjuk el a munkahelyünket, az nagyon-nagyon sokat elárul rólunk, és általában befolyásolja a napunkat is, mert a nap hátra lévő részét befolyásolja az, hogy mennyire tiszta lelkiismerettel hagytad ott a munkahelyet. Egy picit szeretném, hogy árulkodnátok egymásról. Jó, mondom, mik a szempontok, és akkor tudtok egy picit az, hogy ki hogyan megy el a munka végeztével. Először is, hát vannak ilyenek, hogy nézzük meg a hónapi tennivalók listáját, ez gondolom senki, ugye? De tehát, ez nem igaz, hát van értekezlet, hogy holnap mi lesz. Ez mindig van. Adás után van mindig az értekezlet a másnapról. És akkor jön a jó. Laci elmondja, hogy mi lesz. Tehát akkor ezt mindannyian csináljátok. Ez fontos. Mondom neked, mi az, ami már szerintem megosztóbb lesz. Beszélgessünk a főnökkel és a kollégákkal. Na. Melyik a kollégák ebben az esetben szerintem teljesen jó. Nem spanoltok? Nem annyira máshol igen. Tessék? Máshol nagyon sokat beszélgetünk a kollégákkal. Kis nyallerkodás, senki nem? Hát nem, ez nem jellemző rá. Nem annyira? Nem. De csak én csinálom? Aha. A beszélgetés a kollégákkal... Azt hát nem egymással beszélgetünk. Hát néha hozzám is kijössz, mikor megjövök. Ritkán van, de néha kijössz. Mostanában jövök. Mostanában néha, igen. Mostanában kijövök.
Hát a Feri a legnagyobb kollégás beszélgetős. Kis múzol, kis cigi, kis pletyi, kis kimegye, kis mindenkivel beszélgetek. Kis múzol, kis fúrásfaradás. Igen, Feri a leginkább. Kis keresztben tevékeny. Kis pletyi, kis infó begyűjtés. Feri, ezt te tolod a leginkább. Közülünk te vagy a... Hát ez csak adnak köszönhető, ha kijönnétek ti is emberek közé, akkor ti is tudnátok mindent. Nem ez a cigi, tudod, ez a kis pletyi, kis múz. Nem, ez nálunk nincs, ez Feri. Cigirágóval begyűlhetnénk egyébként, én ezzel már gondolkodtam. Én akkor inkább téli fagyival. Attól nincsen nyomorúságosabb desszert. Vagy szotyival. Srácok, jó srácok. Nem, de ugye ez is fontos, mert másnap úgy jössz be már, hogy kicsikét ugye folyamatosan építed magadat. Na, itt van valami, amiben egészen biztos vagyok, hogy Balázs fog alul maradni. A munka végeztével dobjuk ki a szemetet. Nyertél. Jó tippelem? Hogy Balázs itt hagy mindent, mint egy bombatámadás után? Nem, egyébként itt bennem. Nem hagysz? Mindent elpakolok, már nem. Viszem az adásmenetet, kiviszem az abögrémet, abszolút, nézzétek majd meg. Szerintem ez ennek a Jani, biztos csak vagyok benne. Kevésbé lényeges dolgokat hagy itt, kocsi kulcsot, bankkártyát, igen. De az újságot, az adásmenetet, az elhasznált, mit tudom én, bármi, az acsi, azok már mindent, bögre. Tényleg nem. Azokat régebben ott hagytam, most kiviszem már jó ideje. Hát ebből zavar. A csúcsa Jani, az biztos, ő elmosogat, de mások után is összeszedi itt a szemetet, kipakol. Tehát a Jani viszi ezt a pontot, nem? Ebben János leginkább igen. A de utána oldal. Most komolyan erősíts meg, ezen az oldalon már nem kell sokszor elpakolni. Tényleg nem, mindent viszek. Nem. Abszolút fejlődőképes biztos ebből a szempontból is. Okay. Komolyan? Igen. Na. Most mit csináljunk? Hát ez van. Ennyire jó. Néha valami jót is kell mondani. De kérjem már elnézést egy pozitív dolog. Néha azért mondhatok rólam jót is. Jó. Zárjunk le mindent magunkban. Tehát, hogy zárjuk le a munkanapot, ne vigyük ki magunkkal a munkai problémákat az ajtón túl. Ezt mennyire tudjátok megcsinálni? Agyaltok még az adáson, vagy kilépsz, és hús? Hát ezt szerintem nem. Ebben a szakmában nehéz, nem? Szerintem is. Ráadásul már az napon is még gondolkozó lehetett volna más, a holnapon már nagyon, tehát ha bármi van. Agyalósak vagy? Hát például Jani, a kis neked a kedvenc angol mondókáját, érted, azt össze kellett rakni tegnap. De agyalósak vagytok? Te így mondjuk, hogy ha nem úgy sikerül egy adás, nyilván van, tehát mindig barom jó, de ha véletlenül picit olyan abban, akkor hogy magaddal viszed, és rágod magad rajta. Ha most például nagyon rossz leszel, én támogatni fogom, hogy holnap is gyere vissza, és javítsd. Kapj következő lehetőséget. Mindenből ne jöjjek már ki rosszul! Jó, tehát az ennek, hogy akkor le tudjátok zárni nagyjából, vagy nem, pont azt mondom, hogy nem. Kicsit nehezen megy át az info, Tibi. Ha érdekel, hogy mit mondunk, pont azt mondjuk, hogy nem. Nem mindegy, menjünk tovább. Hagyjak meg, nem figyeltem már. Szóval azt mondjátok, hogy akkor Balázs nem változott semmit, szóval hogy Jani, te nem pakolsz el magad. Igen, és abszolút lezárjátok a munkát, ugye? Na, mi a következő? Álljunk ellen a kísértésnek, szerintem ebben jók vagytok, álljunk ellen a kísértésnek, és az utolsó e-maileket már ne ellenőrizzük. Tehát hagyjunk mindenképpen, tehát ott zárjuk le, vége van. Még nem nézünk vissza egy utolsó e-mailre, nem nézünk vissza egy utolsó céges papírra még, hogy mi jött. Én ezt nem tudom megállni. Azért, hogy ott a telefon a kezedben jön az e-mail, frissítesz, megjön kettő, már nézed, hogy mi jött. Kilépsz? Szerintem nincs ember, aki ezt megállna. De én még este 10-kor is e-maileket nézek. Válaszolok, megnyitom, minden van. Ki störlöm. Megy a kukába rögtön. Igen? Aha. Nála rend van. A kukából nem távolítom, tehát ott minden megvan, tehát utána tudok nézegetni a dolgoknak, de egyébként a bejövők között soha nem hagyok olyat, ami nincsen megnézve. Jó, mondok egy olyat, ami biztosan jellemző lehet rátok, és szerintem ez fontos. Adjunk, és most én jövök, hogy értsétek, mit konfolok, jó? Mindenki figyel? Figyelünk. Adjunk pozitív visszajelzést egy kollégánknak. Hallgatom! Rohagy. Jó volt a mai adás, mert Laci. Rohagy. Én meg vagyok. De nem jó. Tehát, hogy pozitív visszajelzést adni, hogy jó voltál, ma te is jó voltál. Ugye jó? Tehát, hogy ez nincsen egy kis összetartás a végén? Van egy ilyen kicsi rakás játszunk, mindig a Feri van alul, ráugrunk, és ezzel kifejezzük a szeretetünket. Ez minden adás rituális. Van. Néha Csabi is beszáll. De hogy van egy ilyen kis össze, van valami olyan rituálé, amit mi a hallgatók nem látnak? Tehát, mondjuk a végén összerakjátok a kezdeteket, igen, és egy-kettő-három, morning show! Ez adás előtt van. Van ilyen összetartásnak. Ezt 6-kor, ha megcsináljuk. Összetartásnak hívjuk, körbeállunk és csináljuk. Az anya, pont most beszéltünk róla a hétvégén, hogy az anya csatornáknál van olyan műsor, ahol ezt csinálja a stáb. Egy-kettő-három? Kicsit álságos módon, igen. Az X-faktorban például van ilyen. Előadják, hogy. Úgyhogy ez így kell nekik, ez így fontos. Én voltam azon, nem bro. Egyébként van a hangulata. Próbáljuk meg, hogy tegyétek ide a kezdeteket, megcsináljuk egyszer. Ez faktor? Igen. Morning show, csak egy három kassa. Ne, ez igen, nyilván. Tegyük meg közé, milyen érzés, csak hogy egyszer megcsináljuk, én lefotózom. Nem akarod, mi Balázs? Hát, szerintem gagyi. De Jani már időt, megcsináljuk Janival. Hogyha például négy ember csinál, nem jó. Megcsináljuk Janival. 50 ember, mint az X-nek a stábja, az kifejezetten jó. Milyen jó melegkeze van Janinak. Ez szemét. De figyelj, ketten megcsináljuk, és elmondjuk, milyen volt. De mi, egy,
mi legyen, mit mondjuk? Morning show. Mondd azt, hogy szeretsz. Hát csak mi jövő. Ja, jó, szeretlek. Kívánok. Morning show. 1, 2, 3. Morning show! Jani, nem volt. Isten volt. Jó volt. Azt mondom, hogy ez átjött. De érzitek? Ez nagyon átjött. Szinte vibrált körülöttünk a levegőn. Engem föltöltött. Ez akkor jó, ez sok embert csinálja. Te kékeltő vagy? Miért van ilyen hideg kezed? Nem, jó, és jöjjön az utolsó, és ezzel egy picikét föl is adom a labdát ahhoz, hogy az indulós kávét kitöltsétek nekem, és gőzölökbe elfogyasztassam. Már megkeresem a csészét. Már meg is kevertem. Az utolsó dolog, amit meg kell tennünk ahhoz, hogy békésen záruljon a munkanapunk, hogy egészen fogjuk magunkat, ezt menjünk haza. Jogos-e? Hát micsoda profi frappáns és határozott lezárás. Jogos-e? A taps és a sikoly félve kérdeztem volna, de megedéstél. Így van. Tibinek köszönjük szépen. 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva. Mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Tényleg, te most elmész kolbászfesztiválra. Még ha csak oda mennék, de gyerekek, el kell állni. Eddig elhallgattam a titkot. Holnap új kígyósra kell mennem. 23-án, mert az új kígyósért érdemérmet fogom átvenni. Azt a mindenit! Ne lőd ki a falumat, Balázs! Mondom, hogy aranypecsét gyűrű jár hozzá. Ne mondd már! Képzeljétek, még számlát is küldtek róla. Jó lesz, lovas szobor is lesz. Az később. Azt még nem tervezzük. Én nagyon örülök neki. Marha nagy megtiszteltetés. Te mondd, kérdeztem, hogy hova mész, és mondta tegnap, hogy az Aciba, hogy már azért mentél előre, hogy mennyit tudtad kapni. De persze, igen, már megkérdeztem. Azért, mert tegnap mondta, Feri, hova rohansz a Dumáj? Mert mondta, hogy nem mennem kell az Aciba, de ezt elrohantad. Igen, ennyi. Új kígyó, a pecsét gyűrű, érted? Új kígyósi pecsét van rajta. Nagyon, nagyon szép dolog. Meg hát, hogy gondoltak rám. Mondjuk a falu nem tudom, hogy ezzel egyetérte a döntéssel, de a képviselőtestület ezt meghozta. Én meg gondolom, aki döntött, az kapott 3 malacot, meg 2 hibát, de hogy... Persze, mindig így szokták csinálni. De hogy a testület egyetértette ezzel. Én vagyok a hülye, hogy ezt elmondom neked. Nagyon szép. Ki volt előtted? Ki kapott már ilyen? Nagyon sokan, most például egy főorvos úr kapott Gyuláról, aztán nem tudom még most kicsit. Figyelj, és aki ellened szavazott, annak mit tettél az ágyába? Levágott disznófejet? Nem, neki levágtam a fejét. Nem a saját fejét. Úgyhogy holnap megyek oda, átveszem, majd hétfőn megmutatom nektek. Mindenki. Meg is csókolhatjátok majd így, mert hordani fogom nyilván. Veri homlokon bele. Az... Tiszteletbeli új kígyósi. Oda nem lehet polgár leszek. Bekerülni. És utána pedig kolbász fesztivál, de már most mondom, hogy semmit nem kaptok. Nem áll. Ne kiabáljál, Anna. Morning show? Az bizony, jó reggelt, hello! Elájulok. Mi vagyunk? Jó napot kívánok, Fábián János. Hello János, régóta írogatsz nekünk? Régóta vadászol? Folyamatosan. És most először? Nem. Már voltál. Na, írtál nekünk szellemeset, azt mondod, hogy én megoldottam a családfát, tegnap vettem 15 köbméter tűzifát. Anyusom kérdezte, ki ez a sok fa, fiam? Anyuka, hát nem látja, ez a családfája. Ezt írtad nekünk. Ez kicsit kemény, de szerettük. Úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon szép Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomaggal hálnálám meg, hogy hallgatsz minket. Nagyon szépen köszönöm még ezt. Nagyon-nagyon királyok vagytok. Köszönjük. Köszi. Hol vagy helyileg? Hol hallgatsz? Sátoraljaújhely. Jó munkát nektek, köszi. Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom neked. Ciao. Szép napot. Ciao. Sziasztok. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt. Csabi. Nem kérdezzük meg a Feritől, hogy na de mit tett új kígyósért? Nem. Azt kérdezzük meg, hogy te kaptál-e már szexárdért pecsétgyűrűt. Na, van. Na, pont nincs. Ezért, mert hogy mit kell tennem, hogy nincs. Kapjak. Hát, sokat Csabikám. Nem lehet csak úgy egy ilyen nagyszerű elismerést megkapni. Nem lehet csak úgy egyik persze a másikra kifukszolt. Esküszöm, én is malacokkal fizetek le mindenkit. Mert hát, ez a kép jön le. A szexárdon musta gyorsan. Mi ez a könyv előtted? Olvasol, vagy csak oda kell adnod valakinek? Képzeld el, könyvtári darab. Jártok könyvtárba? Én könyvtári igen. Vagyok. És ez a Dan Brown-nak az Infernója. Uh-huh. Én Dan Brown-t imádom. Az angyalok és démonokkal szerettem őt meg, és ez van annyira erős. Voltak kicsit gyengébb próbálkozás, hogy a digitális erőt annyira nem tetszett. Ez most Firenzében játszódik. Nagyon jó. Ha valaki már olvasta, nehogy elmondja a végét, nehogy benyögjétek, hogy hát azt hiszem, hogy the end. De nem Olaszországba játszik. Ja, akkor ende. Finito. Remek zenéid is lesznek amellett, hogy olvasol. És időben. Most nem a legújabbakat hozom, azt tudjuk, hogy a legújabb zenékben nagyon erősek vagyunk. Egyen régebbi, Chris Malinchak. Egy brooklyni, New Yorki DJ. És azt láttam a ma reggeli közlekedésben, hogy őrület van, hogy egy ilyen nyugtató zenét hozok. So good to me.
Ez azt a... szeretem azt a dalt. Az nagyon jó. De te ezt komolyan tudod, hogy nem mondom. Itt direkt neked választottam. Gondolom, persze. Még egy kis álságosság a igen, végére. Igen, ha most még megölelnénk egymást, ez így lenne teljes. Feri, akkor neked jó mulatást, jó? Igyekszem, és majd meglátom, ha jól viselkedtek, akkor hozok nektek valamit. Kis barátai cinkostársaid azért jussanak eszedbe a csomagolásnál. Jó, hogy éhes szájak várnak, és nem csak a... Nyilván. Nem csak a gyerekekre gondolok, hanem is. Akkor mi csütörtökön ketten? Csütörtökön, pénteken is. Úristen, szűkül a kör. Csütörtökön ketten, pénteken ketten, szombat egész nap veled, vasárnap egész nap veled. Te jó Isten, hozzád megyek lassan. Azért tutolaltál. 555-55-00, itt tudtok Csabitól dalt kérni, holnap mi sem vagyunk. Mindenkinek jó pihenést, és jövünk csütörtökön. Sziasztok! Ciao, ciao. Közlekedés biztonság. Hihetetlen, hogy... Morning Show.